open your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk, 11 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Feri, hello, Jani. Sziasztok, csütörtök. Mikrofon cserém volt esetleg? Kérlek szépen, membrán cserét intéztünk neked, ahogy kérted. Tegnap, tegnap a Gyula megretten. Gyuláról annyit kell tudni, a műszaki igazgatónk, hogy mintegy 140 kilós nagy darab csávó, gyakorlatilag mosógépből szokott űrrakétát csinálni. Bizonyám. Mindent át tud szerelni. Félkézzel eszünk. Itt áll egy férfi, akit idegen bármikor. Fél tízkor is, tudja. Itt állt előtte egy férfi, akit kedvesnek, aranyosnak ismerünk a televízióból, és azt mondta, hogy Gyula, megboxollak. Gyula, ezt lesz, most old meg, mert hallom, hogy rossz a mikrofonom, én hallom a visszajövő hangot. A bármi, egy pici poti el van tolva, azonnal meghallom. Mondom, igen, ő ezt már egy ideje hallja. Uh-huh. Mondom, az nagyon jó, Gyula, akkor valamit csináljál, mert elvágom a torkodat. Mert nem szólok túlságosan jól. Ezzel legalább az életlen szabászólóval, amit itt találtam rózsdásodat. Nagyon helyes volt, de mondta, hogy oké, az helyes csaj. Mondta, hogy akkor ő majd megrendelt egy membránt. De mondom, Gyula, még van egy csomó mikrofon a stúdióban, amit viszont kevésbé használunk. Tedd át addig ezt. Jó, tényleg. Jó. Aha. Ez nem rossz ötlet. Aztán Jani bedobta, hogy van egy másik stúdió, és ott is van három. Igen, mert akkor nem az enyémet fogják odaadni neked. Én mondtam, hogy adod a Janiét neki, úgyis mindegy, úgysem veszi észre, persze ezzel indítottam. De úgyhogy abszolút hallom a különbséget. Nem tudom, hogy kifelé egyébként mi hallatszik, de hát én befelé nagyon sok mindent hallok magamról. Úgyhogy... Én egy csomó dolgot hallok rólad kifelé. Az is, kifelé is, egy csomó minden meg befelé is, mindenhova, igen. Gyerekek, a nemzeti válogatottból német leesett, csak mondom most. Németnek szóljanak, hogy óvatosan edzen szombatig. Óvatosan edzen a német, ha játszik, vagy kezdő 11, nem tudom, mert hogy leesett. Lassabban edzett a sprinteket, jó, melegítsen be előtt, és nyújtson le minden edzés után. A monitoromon itt van a válogatott. Nagy része, igen, aki kifért a monitorra, és mindig felém néz, rúgják a labdát. Hát igen, a király rövidgatjában van, de legalább szürke. Nagyon helyesek. Egyébként az érdekes. Tök igen, jó, hogy... de hasonlít, körszakák, golyz, rövid haj, minden. Gondolom, ahhoz külön sablont kellett volna készíteni, hogy egy hosszú labdát nem megérte volna a király. Meg. Na mindegy, hogy leesnek a játékosok. Most német leesett. Vigyázzon magára, német. Tegnap néztetek meccset? Én nem igazán néztem. Én a franciába belenéztem, de unalmasnak találtam, hát és aztán abba hagytam. Hát elvittem a gyereket altatni, és mondtam, hogy ez egy rossz meccs. Na, én ezt néztem. Ugye azt mondom, fedőfröccsözést tartottunk a Robival, szomszéddal, és akkor közben ment a televízió. Ilyen unalmas, rossz meccset mondanám. Nem volt jó meccs. Nem volt jó meccs. De az utolsó 2 percben a 2 gól, vagy mitél 5 percben, hát így sírtál. És egyébként végig arra gondoltam, hogy milyen izgalmas ez az EB, hogy olyan csapatok, ugye hát Albániával játszottak, hogy nekik sem mondtak volna sokat, amikor összepakoltak a repülőgépre. Srácok, megnézitek Franciaországot, tök jó, ha nem volt még valaki, akkor azért a meccsek között sétálgasson, van ott az Eiffel-torony, meg mit én, ilyeneket nézzetek meg, ha tudtok, és akkor majd hazajöttök. Most ehhez képest, mit én, majdnem 85 percig azért tartották magukat a fiúk. Igen, amit én érigylek tőlük, az a sok szép kecske. Nem. Máté, nem. Az albánoktól? Ne, az albánoktól? Igen, az sok jó falu kecske. Amikkel ott a hegyekbe. Rázd meg magad, baby. Ne szúrj, te kis. A himnuszuk, a Marseillaise. Hát figyelj, szóval, hogy az... Az jó albán himnusz, mondom, azt nem is. Szóval olyan himnuszuk van, hogy én nem tudom a franc, engem rád a hideg tőle. Tehát most figyelj, hallgass meg, ott néztem tegnap, ugye, amikor indult, és ott énekelt, mit tudom én, 10 000 albán szurkoló, és 80 000 francia szurkoló, és... Hát igen. Úgy szól... Így van! Annyira jó. Nagyon jó. Így van. És látod, hogy éneklik, énekeljük mi is, de hogy ebből olyan energiát kap szerintem, és ott 70 000 francia ezt énekel, tehát döbbenet. Minden azt adja rúdza szolja. Aztán tényleg jött a kommunis diktatúra, aztán fanyagtudó reggeltől estig. Ezért a pár sor ilyen. Annyira jó, és akkor itt ráerősítenek, itt végén telitorokból tudnak énekelni, szóval nagyon jó. Én nagyon bírom a francia himnusz. Az egyik legjobb himnusz, nem? Bizony. Hát azok közül, amiket ismerünk. Még jobban megjön a kedved játszani, igen, nem? Mert ez egy masírozós gyors, tehát ezzel úgy menni akarsz. Igen.
előre, ránt magával. Nagyon jó kis himnusz. A milyen kis jó, csak az olyan kicsit tudod, amit már sokszor megbeszélünk, ilyen szomorkás. De a francia himnusz, hát ez őrület. Most hallottam először, nagyon tetszik. Tegnap fölkaptad rá a fejét. Mondom, mi ez a dal? Sezám, Viki, hol a telefonom? Sezám, nyomd rá. Töltsük le valahonnan. Hülye ez a himnusz, ja? A magyar himnusszal egyébként már sok próbálkozás volt. Van egy Kontor Tamás nevezetű, talán emlékeztek még rá. Igen. Az egyik tehetségkutatóban feltűnt fiú, és ő azt csinálta meg a himnusszal, hogy egy nagyon picit gyors abban játsza, mint ami a hivatalos, és egy gitáron játsza el a dolgot. És tök érdekes, mert egész más lendületet kap a himnusz, mert érdemes, aki meg tudja keresni, Kontor Tamás himnusz, írja be a keresőbe, a Google-ba, és hallgassa meg, hogy nagyon érdekes, hogy egy picit, hogyha gyorsabban játszanánk, már jobb akkor lenne. Már milyen kis jobban sodorna. Jó, ez azért előfordul különböző ilyen sportrendezvények, világversenyekkel, hogy igen, hogy nem találják el nagyon, hogy igazából milyen fordulatszámon kellene lejátszani egy-kettő. Vannak ilyen alternatív verziók, amit nem minket azért így meg lehet csodálni, amikor hallod a saját himnuszunkat, és akkor azt hallod, hogy... Hogy mi ez? Ki a harmadik csapat? És akkor tudod így... Tudjuk le gyorsan a himnuszt. Igen, még van egy csomó döntő. Igen, hát ők megkapják a kottát, de aztán a tempót annyira azért úgy nem ismerik. Oda van írva neki, föl van írva, hogy milyen izé, nem tudom, Allegro, vagy Negro, vagy nem. Fortissimo, vagy bármi. De hát igen, szóval sokszor furán játszák. Na, szombat a következő nagy nap? Bizonyám, így van. Mikor? Este 9-es, délután 6, mikor vagyunk? Írja meg valaki. Már mindig, mert szabíl leszünk az egész napunk. Persze, már nem vagyunk. Hogy készüljön, érted? Csak hogy lőjem be a... Szerintem az is olyan 6 óra magasságában lesz. Igen? De egészen pontosan utána nézzük, egyébként 30 hallgató írta meg. Persze, megírják azonnal, csak hogy az ember hogy készüljön. Izlanddal zajlik majd a labdarúgó mérkőzés, és ugye hát ők csináltak egy jó 1-1-et Portugália. Nem rossz az izlandi csapat. Nem rosszak. Igen. A legkulinárisabb nevű. Igen. Még van az olasz himnusz, azt írják, az is nagyon jó. Igen, az is. A terület. Na jó, ezt ez. Kicsit visszafog. De amikor masíroznak a lovakkal a katonák, nem olyan? Nem rossz ez sem. Hát azért ez csap. Ez is jó, tök vidám. Déli népeknek milyen? De jó. Büszke vagy, büszke. Ez is olyan, nem? Hogy jó olasznak lenni, igen. Nem? Megittak egy 8-10 grappát előtte, az hadd szóljon. La te ki, állat helle. Jó. Állj, nem igen, tudom, ezt megírják. Ez itt tényleg tök jó. 6 óra lesz Izland-Magyarország. 6 óra, 2016, 6 óra, igen. Mert nem hittek bennünk szerintem, amikor ez a beosztást csináltak. Ugye a nagy azért meccseket... Hát mert azért a 9-esek a nagy meccsek, aztán ugye az elődöntők, döntők, azok már végig 9-kor. Ha hozzáér, akkor legyenek a magyarok 6. Így van, legyenek 6-tól. Volt benne egy ilyen. Egyébként meg valamit ki kéne találni, meg kéne fenyegetni. Pont a Trónok harcának az egyik ilyen nagykarú fiúja, nem tudom a nevét, megfenyegette a Ronaldót, hogyha még az Izland meccs él, hogyha bemer rúgni egy labdát, és akkor megüti. Ja, mondom, na. Ez volt a izén, egy ilyen Facebookos üzenetet közölt ez a fiatalember. Ez elég direkt. Szerintem elég direkt, ti nyilván ismeritek ezt az embert, én nem tudom a nevét sem, mindegy, egy ilyen nagyon izmos fiú, és akkor mondta, hogy kedves Ronald C., hogyha bemersz rúgni a csapatomnak, a országom, hazám csapatának egy gólt, akkor megtalállak. És most, hogy ugye 1-1 lett a meccs, most egy ilyen kép van, hogy az irgalmatlan felkarja így az egekbe, és azt mondta, ezt most megúsztad. Nagyon jó. Hogy mi mit tudunk üzenni Izlandnak? Hogy hát, ha megrettentjük őket, ezen gondolkodtam. Hát, most így... Hogy miért hisztizett Ronaldo, bocsánat, csak visszatérve egyébként. Nagy, igen, hogy milyen passzíva játszottak az írek, és hogy nem fogják semmire vinni. Aztán visszaszóltak neki, ne hisztizzél, nem tudták ott lőni. Aha, így van. Maradjál csöndbe. Igen, és mennyivel szimpatikusabb a Messi, tudod, oda szúrtak, ahol nagyon fáj. Ez a különbség Ronaldo és Messi között, hogy Messi még szimpatikus is, és ezért nem fogja utolérni Ronaldo soha. Soha Messi-t, ezt nyilatkozta az egyik írt. Igen, bíztizett, hogy passzívan játszottak. Hát nem tudom, mit lehet az íreknek üzenni egyébként. Vagy az izlandiaknak. Üzentünk mi már hadat Amerikának. Mondjuk, nem jártunk jól. Persze. Volt már, hogy hadat üzentünk Amerikának, tehát lerohalhatjuk egyébként. Izlandiaknak mit üzenjünk? Bedugózzuk a vulkányaitokat, vagy kihűtjük a gejzirjeiteket. Nem megyünk arra többet. Igen, a magyar turista Izlandot.
Nem, szerintem... Meglátjuk. Szerintem csak játszunk jól. Úgy, mint az osztrákok ellen, és akkor meg is vagyunk. Akkor meg vagyunk egyébként, abszolút, persze. Na jól van, oké, elkezdjük akkor ezt a ma reggelt, nézzük, mit írnak hallgatóink. Azt írja, hogy az utolsó kör, az egy időben lesz 21 óra. Igen, akkor. Mondtam, hogy elődöntő döntő, az már végig mindenkinél ugyanaz lesz. Tehát 9 órás lesz a kezdés. Ja, persze, hát az már, tehát ott már csak egy meccs van, persze. De már hát az utolsó csapatkörre gondolt le. Jó, lehet. Igen, az azért van egy időben, ugye, hogy ne tudjál taktikázni. Tehát ugye, hogyha az utolsó csapatkört egy időben játszák, az arra jó, hogy te tudod, hogy az olaszok ott 2-1-re mennek, akkor te most beengedsz egyet, mert a csapat első játszik, ja, a csapat másodikkal, és akkor még kicsit ott bele tudsz variálni. Ha egy időben ment, akkor azért nehezebb. Akkor azért nehezebb, nem tudsz annyira matekozni. Aha. Mert nem biztos, hogy tudod, hogy áll. Hát lehet, hogy a kispadon az edző, az egyik izé, ilyen pályaedző, vagy nem tudom, kapusedző nézi a másik meccset, és mutogatja. És kiabál, igen, hogy 2-1-2-1, húzzatok bele, nagyon jó. Másodikkal játszunk, az azért szokták egy időben. Ez nem jó neki! Fölé! Azért szokott az egy időben. Nyilván. Giuseppe. Fölé. Jó van. Na, azt mondja, hogy azt nézem, hogy van-e valami. Klapka induló. Most nem akarunk indulózni egyébként. Nem. Mikor sorsoljuk a mezeket, vagyok. Kérdezi valaki. Ez jó kérdés, elfelejtettük tegnap. Szerintem ma adjuk oda majd valakinek. Jó? Jó. Behoztátok? Visszahoztátok? Én nem, el se vittem. Ha az enyém nincs meg, akkor az enyémet lenyúlták. Mert nem vittem el. Már pedig nem láttam az asztalodon, de az enyém az otthon van, azt tudom. Én nem vittem el. Jó. Nem nyúltam. De behozom. Biztonságban van. Az enyém biztonságban van, de holnapra behozom. Hát hiszen ha ma kijátszuk, akkor még holnap. Jó, három darab dzsuzsák mezről van ugye szó. Jó. Gyönyörű, szép, hetes szám vír itt rajtuk, és szerintem mind a három különböző méretű. Az tudom, hogy az enyém az nagy. Igen. Az enyém az egy MS. Csak Balázsi valószínűleg egy jeles lehet. Nem is tudom, én kibontottam, és onnantól kezdve eltűnt. Tehát ennyit élt meg a mez nálam. Hogy egyszer a kezembe fogtam. És valaki arra vagy rámart, vagy lenyúltam. Igen, vagy... ilyen levegőre bomló anyagból készít. Igen, tudod, hogy nálam minden eltűnik, úgyhogy... Na, ma megyek államvizsgázni, rendesen meg vagyok csokizva, ezt írta hát nekünk. Gratulálunk, miből? Ez jó lett volna, amíg elmondja nekünk, igen, miből. Nem, mint a sokat tudnánk hozzáfűzni egyébként, bármiből is, de... Valamit tudtunk volna segíteni, hát, nem? Te nagyon szurkolunk. Nagyon, annyira szurkolunk. Mindenképpen ilyen illetékbélyeget vigyél. Azt is, azt, igen. Igen. Most Petőfi is büszke lenne, a magyar nép megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Ildi küldte. Nekünk hát még ezen akkor... elrohanjunk ennyire előre, de reméljük, mi is továbbra is lelkesek vagyunk egyébként. Na, azt mondja, hogy a vízilabdás lányok EB-t nyertek, fiúk néhány szót megérdemelnének, végre odaértek ők is. Ez mikor volt? Ez tegnap előtt, azt hiszem. Igen, olyan, hát szegényeklanul háttérbe szorultak. Hát most. Gyerekek, a vízilabda az a sport, amit semmi pénz nincs, és senki nem nézi rajtunk kívül. Nagyjából kis túlzásra, tényleg, sajnálom. Hát egy pár ország van, ahol ennyi. Ugye érdekes, igen, de igen, ennyi. Világszinten sajnos nem hiába vagyunk belőle nagyon jók. Mi abban vagyunk jók. Spanyolok, horvátok, szerbek azért szeretik. Persze, igen. Aztán kész. Mi abban vagyunk jók, amely nincs pénz. De torna, vízilabda, kajakkenu. Vívás, az összes olyan sportban, amely egy gram lóvé nincs világszínvonalon, világszinten, abban nagyon jók vagyunk. Amiben lóvé van, abban sehol nem vagyunk. Tényleg így van. Igen, nem? És keskeny nyomtávú vasútépítés. Ja, hát azt a forma egy... jó, de azt a sportot máshol így sehol nem csinálják, csak nálunk. Abban mondjuk nagyon jók vagyunk. A forma egy, a foci, a tenisz, a kosárlabda, bár a teniszben egyébként most már alakulunk, meg vannak azért juniorban is, meg ugye most van a főtáblás, meg ott lesz a babos is, de komoly csapataink még mindig nincsenek azért a nagy lóvékat hozó sportokban. Vízilabda, kajakkenu, hát ez aranyos, persze. Hát de gratulálunk a csajoknak, és ez egy nagy dolog. És de amikor van egy foci esemény van, akkor mindig játérbe szorul, tehát vagy bőszik. Tényleg? Elkezdődött a napom. Na, szóval mit mondtál? Tehát, hogy amikor valami nagy foci esemény van, akkor minden háttérbe szorul. Tehát ugye ez így szokott lenni. Mindenkinek megvan az aktuális szívfájdalom, rengeteg olyan SMS-t kapunk rendszeresen, hogy erről miért nem beszélünk, azt nem említjük meg, mindenki természetesen egy picit ugye a saját ízlés és saját szájazó szerint, meg a saját kis irányultsága szerint értékezik a sporteseményeket. Hát ez van. Meg nem lehet egy lapot említeni, tehát én szeretem a vízilabdát, sosem nézem, de egyszerűen nincs egy lapon a focival. Megnéztem az M1-nek a nézettségét,
Hát kiverte a bisztit, mi? Hát figyelj, én nem tudom, hogy mikor láttam utoljára ilyen nézettséget. Mennyi, 6 millió nézőt? Hát annyi azért nem, ugye, hát nem tudom, mennyi volt a csúcsa, az átlag az olyan 2,5 millió néző, ugye hát itt, és ebben még nincsenek benne a külső szórakozó helyek, a felállított plazma tévék, a Margit sziget, a sörözők, az éttermek, hát ez itt lesz egy 3-4 millió ember, az biztos, azt hogy nézte azt a meccset. Tehát csak az otthoni készülékeken mérte kettő felett. Jézus. És hát a legtöbben egyébként szabadban nézik. Mint volt mindenki. Ez legalább még egyszer ennyi ember kis túlzással. Mondjuk 4,5-5 millió ember akár ezt a meccset 4 millió megnézhette. Olyan görbe, hogy az... Fantasztikus. Mindenki behasalt. Hát én nem tudom, mi volt ilyen utoljára. De tényleg elképesztő. Gondolom, ők is rákérdeztek, amikor megjöttek. Igen. Mi volt ez? Nem néztetek el valamit, srácok? Küldjetek már egy újat, jó? Frissítsetek, jó? Ez biztos nem igaz. Nem, hát ez várható volt, hogy azért ezzel megynek meg hozzám. Ezt kérem most ügyesen kihasználni arra, hogy utána még ott tartsák a nézőket. Tehát most a két foci meccs közé. Stúdió beszélgetéssel. Most kéne gyorsan megint leadni a Kossuth Kiflit. Közvetlen utána. Azt lehet, hogy nem. Igen. De most a sok meccs közé olyan műsort betenni, amikor ilyen véletlen ott vannak az M1-en, és azt mondom, hogy basszus, ez jó, ez tetszik, amit itt látok, maradok, visszajövök, nem csak a meccsre. Nem? Uh-huh. Ez nagyon jól fel lehetne használni egyébként. Na, jól van, mutatjuk, hogy mi történt velünk tegnap, mit mutatunk. Azt hallottam, hogy a gesztéket ismételtük reggel. Közös meccsnézés. Ja. A dühvegés, amit hallottak, ezt már nagyon sokszor megmutattuk, már lehet, hogy Citromot nem Puhi című akció. Igen, én megint hoztam magammal egy citromot, és rájöttem, hogy nekem ez a... Nem tudom, gumilabdám. Ez a gumilabdám, ez a kávém. A nyugi labda. Ez a nyugi labdám. Hoztam egy citromot, megint makarok magamnak majd teát csinálni. De most már tényleg így belőle valami, mert valamelyik nap is végig puhítottad 4 órán keresztül, és aztán pedig leteted az asztalra, és hazamentél. Tényleg? Aha, marhára nem ittál belőle. Kezdek hűlni egyébként. Na, kérném szépen az egyik meszt. Aha, jó van. Nagyon szíves. A női vízilabda EB januárban volt. Én tegnap előtt olvastam egy cikket erről, hogy ők nyertek. Teljesen jogos, amit Feri mond, mert nekem is, ha hazért, akkor mondja nekem Mónia, hogy, igen, hogy hallottad, hogy nyertek akkor a lányok. Mondom, igen, mondom, mikor? Azt mondja, hát most. Mondom, most nem, hát nincsen fent sehol. Én nem láttam, nem olvastam. Ja. De hogy most számoltak be róla. Nem lehet, hogy egy januári EB-ről most számoltak be. Hát ez hogy? De én tegnap előtt nem olvastam. Volt most nem volt most EB. Nem neten küldték, kenyérfutó hozta a hírt. Ja. Igen, nem a bocs mindenkitől, a lényeg az, hogy nyertek, tehát szép volt. Így van. Én nekem ez tegnap előtt jött valami, vagy újságban olvastam, vagy a neten, hogy mi is oda fantasztikus dolog. Plusz ugye még talán a hallgatók is megírták tegnap, hogy jó, hogy ünnepeljük itt a izét, a focistákat. Az elmúlt pár napban nem néztünk vízilabdát, nem tudtunk róla, nem kapcsoltunk oda, nem közvetítettünk. Tette senki, hát ez nem lehet. De akkor miért írják meg most? Azt mi se értjük. Azt hallottátok, hogy Czene Attila olimpiai bajnok lett? Azt hallottátok, hogy Súpol az Oli is behúzta, és Sike András Szőhúrba birkozásban egyébként behúzta az aranyat, és a Borka is megnyerte. Most gratulálok nekik akkor. Na egy kevésbé ismert srác, úgyhogy Hajos Alfréd. Igen. Ő is valami. Azt hallottátok, hogy Szőhúrban Martinek Mizsér, és ki volt a harmadik, úristen, Fábián, öttusában olimpiai bajnok, hát ezt hallottátok? Na jó, szóval nem volt most vízilabda. Nem volt most vízilabda. De hülyeséget ne küldjetek, jó? Előbb nézzetek utána. Tényleg. Tehát hozzánk már csak az info jusson el, amit aztán be tudunk mondani. Vagy beszéltek a szolgáltatótokkal, mert most jött át. Igen, de tényleg. Szóval, hogy ne küldjetek baromságokat, jó? Légy szíves. Kösz. Na, te rendbe tetted őket. Hogy állunk a játékkal? 2-1. 2-1, 2-1 ide. Még egyelőre jól. Egyelőre jól, jól van. Na, aki játszana velünk, az küldjön akkor nekünk SMS-t. Jó, most elhagyjuk az ismétlést, mert ezt sokszor megmutattuk már, tehát ez többször volt. Úgyhogy ezt most már nem adjuk le, hanem elmegyünk egy picit hírezni, aztán jövünk a játékkal a hírek után. Egy mindez idáig sosem hallott dal itt nálunk. És fel is kaptam rá a fejemet. Mondta, Jani, te ez milyen jó, nem táncolunk, mondom, hogy ekkorán. Na, jó, akkor csak körbe táncolok. 10 perc van pontosan 7 óra, hello mindenkinek. M0-ás az M3-os felé a külső sávban 3 kamion ütközött, az M5-ös lehajtó előtt, Balú küldte nekünk. Bali, segíts, kérlek, mától le van zárva a Szabadsághíd. Köszi, Bali. Aha, menj, szabadíts mivel? Fel. Mit csinálj, vigyelek menj át oda. A hátamon? Igen, vagy nem szállt vele. Így a kerülő utat, vagy hívjak fel, és mondja meg, hogy merre találsz haza?
vagy nyitassam ki a hidat, mit csinálsz? Az menj utóbbi, oda, menj tetszik. Oda, és tép ki a földből a korlátozás jelző táblákat. Igen. És dobd a Dunába, öcsi. Hát nagyon hosszú ideig lesz lezárva. Augusztus végig, tehát egész nyár, és vele együtt ugye a Bartók Béla út végig, egészen a Móricz Zsigmond körtérig, az összes, azt hiszem, az összes villamos megállott sineket cserélnek. Fonódnak, meg fonódik. Úgyhogy gyerekek, az a szép lesz. Jaja. Az a szép lesz. Hát majd a Petőfit meg az Erzsébet híd, ahol lehet menni. De ez nem lesz probléma egyébként majd, amikor olimpiát rendezünk. Azért Isten. Csinálják most, tudod, de szerintem széjjel is húzzák a szabadsághidat, hogy négy sávos legyen. Add uram, hogy abból ne legyen semmi. De tényleg, hát sose drukkoltam még valaminek ennyire, hogy ez ne jöjjön létre. Hihetetlen. Felfoghatatlan, hogy nem mindegy. Az romba dönteni. Romba dönteni. Én értem a nagy vállalkozókat, akik azt nyilatkozzák, hogy hány évet fog lemaradni Budapest meg Magyarország, ha nem rendezünk, hiszen... Hát... Meg mennyire jó nekik, hogy ezt megrendezhetik, nem? Igen. Van beruházás. M0-as, M5-ös és sima E5-ös között 4-es kocka. Külsőben az M5 felé alakul a dugvány. Grisa küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, megyünk tovább játékkal. Már itt is van a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Jó reggelt, halló! Jó reggelt, Magyarország! Jó reggelt! Jó reggelt! Béci! Szevasztok, srácok! Magyarország éljen! Magyarország, Béci jelentkezik Svájcból. Végre! Hello, Béci! Ez az. Svájcból? Hát mit csinál Svájcban? Azt értem, vezetek. De egyébként dolgozom is. Na, jó, erre vonatkozott a kérdés, hogy mit csinálsz Svájcban? Sofőr vagyok. Sofőr vagy? Sofőr vagyok. Aha. És akkor ingázol? Vagy csak svájci sofőr, tehát országon belül? Nem, hát így van, Svájcon belül, úgy, ahogy mondod Balázs. Svájcon belül ingázom. Folyamatosan. Nem olyanok vagyunk már, mint egy nemzetközi rádió, most már nem minden héten egy, hanem most már minden nap egy olyan játékos, aki külföldön. De én nem jelentkezett be magyar. De, beszéltünk már Svájc, persze, beszéltünk már hallgatóval. Igen? Csak az régen csináltunk egy olyan adást, hogy ki hol hallgat bennünket, és akkor kapcsoltuk Franciaországot, kapcsoltuk Belgiumot, Angliát, Svájcot, nagyon sok helyről hallgattak bennünket, és fölhívtunk egy csomó hallgatót, nagyon jó volt. Volt olyan svájci hallgatónk, aki mégis látogatott minket a kisfiával, meg a svájci férjével együtt. És a csokoládéival. Igen. Én családtag, svájcosok voltam. Igen, meg a Liva-Tehérnál. Igen. Nem, az osztrák, nem. Nem baj. Vécikém, kivel játszanál? Én Ferivel szeretnék mindenkit. Jó, ide jó. Lassan megy a hang, svájci. Igen, a Liva-Tehén az inkább osztrák egyébként. Mármint, hogy igen, azért javítottam magam. Oké, mehetünk, Béci? Igen, mindenki. Mehetünk. Akkor, Jani? 3, 2, 1, fire! Béci, van ott nálatok rendes kolbász? Van, Ferikém. Szeretnék kérdezni tőled. Tessék! Az lenne a kérdésem, hogy különböző mártásokba, mivel te is szeretsz főzni, én is nagyon. A híres svájci mártás, mi? Hát, az nem tudom, de akkor van. Akkor itt a vége, Bécikém. Béci. Ott a vége. Nem ott tudom. Azt mondom, nem tudom. Azt nem tudom. Szép volt, Feri. Soha életemben nem hallottam még svájci mártásról, valószínűleg nem létezik, de tudtam, hogy ezzel megzavarlak. Igen, jó, meg is szavartál. Ez egy élmény volt, hogy már csak bejelentkeztettem srácok, úgyhogy minden haragudj. A napomat. Meg kellett szereznem a döntő gólt. Így van. Jogos az 5 pont, úgyhogy ügyes is voltál. Belefutottam ebbe, kicsit zavarva is voltam, de nagyon szépen, hogy bejelentkeztettem. Mi köszönjük, vigyázz magadra, jó munkát neked. Mindenképp. Ciao, köszönjük. Ciao, hello. Szia. Akkor tehát... 3-1! 3-1! Megvan a hét! Megvan a hét, gyerekek, ennyit. Svájci mártás. Svájci mártás. Most ez ebben leakadsz a svájci. Nem. Van? Nem. Nincs. Biztos ezt kevert a lioni hagymával. 5 perc, a pontosan 7 óra jönnek újra a legfrissebb hírek, aztán jövünk a hírek után. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 7 óra után
9 perccel itt vagyunk, csak kidobom a telómat, mert nyomja a seggem. Ez az, adj neki. Kirakta, megnyomta a fenekemet nagyon. Ráültem, beleültem egy ilyen éles iPhone-ba, és nem volt jó, úgyhogy ki kellett tennem. Nem megyek tovább ezen a vonalon. Igen, valami flexibilisebb készüléket kéne venni. Ja. Most már jönnek állítólag a hajlítható modulok, nem? Úgyhogy már nagyon várom. És felveszi a popod alakját, és nem lesz nyomása. Emberi civilizáció tényleg megérett a pusztulása, nem? Tehát a hajlítható mobil annyira kell, nem? Tehát egyébként mi más, mint hogy hajlítható mobilok legyenek? Hát meg kényelmetlen bemenni. Hát igen. Pont ez, farzsebe beteszed, és észre se veszed, szépen fölveszi a görbületet. Mi pénz melyiket vegyem? Legyen a hajlítható, azt be tudom rakni a farzsebe. Hű, mekkora probléma. Igen, de egyébként ezt is, ha beleülsz, rájössz, mert rosszul rakod be, akkor nem jó. De egyébként minek a hajlítható mobil, és már ezen kísérleteznek. Igen, amikor ti már ezt egy pár évvel ezelőtt feltaláltátok ott az almásnál, igen, de aztán azt a szériát vissza is vont. Igen, nekem már az ötösöm is hajlott. Így meg lehetett tekerni. Volt egy-két gyártás hibás. Látjátok ezt az osztrák reklámfilmet, amit az Osztrák Vasúttársaság készített? Nem. Nagyon jó arcok. Hát nem jó arcok. Miért? Mondd el, miért jó, én megmondom, szerintem miért nem jó. Hogy ábrázolják a magyar? Hát, na. Hogy vagyunk? Ott van egy vékony, nagyon jól szitulált, ahogy Felék vidéken igen, mondják. Igen, az kicsit szemét. Osztrák úriember, tényleg egy szép férfi, egy 40-es szép férfi, mellette a dagat, a kövér, a gulyás zabáló magyar. Hát na, arról szól, hogy van wifi az Osztrák Vasúttársaságon, és nézhetsz élőben meccset. És ott ül az osztrák, és egyszer csak megkérdezi valaki, leülhet-e mellé, és megy laptopról nézi a meccset. És mondja, persze. És leül mellé egy csávó, elkezd vetközni, és magyar mez van rajta. De egyébként önironikus, mert ugye arról szól, hogy kikapnak az osztrákok. De ahogy eszi a gulyást, meg ahogy viselkedik, azért kicsit odaszúrnak, de mégis azt hozzák ki, hogy gratulál ugye az osztrák a magyarnak, hogy egy 2-0-ra nyertek, és hogy milyen jó lehet akkor ezen a vasúton wifizni. Tehát azért önironiával reagálnak. Hát most miközben a MÁV hangos bemondón gyűjti, érted, jöjjön ön is mozdony vezető. Hát meg amikor a magyar, magyar reklámokban is azt látod, hogy úgy ábrázolnak minket, hogy nekünk alaptartozékunk a szandál mellé az okni. Igen. Jó. Nézd, azért ebben van valami kicsit, szóval ahogy tudunk azért enni, szóval... Igen, csak pont ezután, a 2-0 után nem kéne törölgetni a lábatokat, fáj neki. De a Vakosodó Társaság egyébként tök laza és tök jó, hogy ilyen gyorsan reagálnak, és felhúznak rá egy gegget, hogy nálunk egyébként jó a wifi, és magyar és osztrák együtt nézi. Na, még sok ilyen reklámot szeretnénk, mert akkor azzal azt most, jelzi, még sokszor kikap. Most az izlandi vasútársaság készüljön valamivel, nem? Tehát most szombatra ők készüljenek, és aztán a portugálok készüljenek majd valamit. Én a portugált már elengedem. Ha az izland készül, az nekünk már elég. Nem, most legyen ez az izlandos. Nem tűnt annyira éhesnek ez a portugál válogatott egyébként. Szóval, hogy így most Cristiano Ronaldo, persze mindenkiben van csokizva, de hogy így sose annyira motiváltak azért ők. Jó, akkor csinálja a portugált vasúti társaság. És valaki csináljon valamit. Csináljon ugyanezzel a joviális külsejű egyébként gulyás zabáló kövér és úriemberrel egy-egy reklám. Igen, mondjuk az osztrák ember vékony, öltönyös, szép kabát, finom laptop és a gulyás zabáló prostó magyar között azért tényleg bántóan nagy a különbség, úgyhogy kicsit rohadjanak meg. De maga a film azért az szellemes. Tehát az, ilyen gyorsan reagálnak erre, az szellemes. Érdemes megnézni egyébként mondjuk így az olimpiák történetének öröklang listáit, hogy hol vannak az osztrákok, meg mi hol vannak. Jó, mert tudod, ezt mondtam, mert saját nyelvük sincs. Hát most persze, hogy országokat is szerezték, nem olyan régen. Milyen ország, még nincs saját nyelvet sem. Hát így azért én is frusztrált lennék, nem? Ja, meg az, hogy tényleg egy ilyen vesztett mérkőzés után ezt behúzni, azért az viszont tényleg jó, a szimpatikus. Főleg mondjuk, hogyha nálunk történt volna, ha ez a meccs most 2-0 nekik, azért mi biztos, hogy nem csinálunk ilyen reklámot, tudod? Tehát itt óriás kesergés lett volna belőle. Tegnap lefekvés előtt még azt játszottam, hogy azt is, de amellett pedig füligérő szájjal, gyöngyöző homlokkal a következő történt. A következő játék az volt, hogy megnéztem az összes nyelven, amit tudtam letölteni, a két magyar gólt. És egyébként nagyon jó, hogy szólt szlovákul, hogy szólt angolul, hogy mennyire nem tudják kimondani egyébként a játékosok neveit, hogy szólt spanyolul, és megpróbáltam az összeset megtalálni, egy ötöt hatot megnéztem. Nagyon jó egyébként az angol, az vértizzad. A szlovákok csak dacból nem mondják. Igen, az angol az vértizzad, hogy mondja ki a magyar neveket, de nagyon jó, és egy csomó nyelven visszanézted még a két gólt, annyira jó. Én nem tudom, nem volt érdekel, hogy megnéz. Spanyol nagyon pörgött, igen. Az angol nagyon törte a neveket, de nagyon örül mindegyik, és tök lelkesek.
és halálosan boldogok. És olyan jó megnézni ezt a két gólt, hogy én még mondom, tegnap egy csomószor megnéztem. Szóval elképesztő. Vizet. Főleg ahogy az, tehát most már nem beszélik róla, tehát sokat beszélik, hogy ketten átmentek öt osztrák védőn, hát az, ott öt emberen mentek ott át foci. Ketten. Igen. Tik. Az vigye elképesztő de volt. Foci, labdarúgás. Bocsán, az minden az volt, mert a labdarúgás. Az Barcelona ja, a foci, amit én a Somával otthon. Az a grund, ez meg a labdarúgás. És az no comfort. Az Maracana volt, öcs. Az hallott, az Barcelona volt, az Messi volt. Reméljük, hogy gyorsan el fogja felejteni majd ezt a meccset, azért, mert még jönnek sokkal, de sokkal nagyobb győzelmek. Hát reméljük, igen. Na, azt mondja, hogy mi a helyzet az utakon. Igen. Mondom, M3-os Budapest felé 75-76-os kilométer között két szép nagy kutya az autópályán. Jó lenne, ha a gazdája érte benne. Vigyázom mindenki, aki arra jár, ezt Adrien mondta nekünk. Kint voltam a szigeten a nagy örömmel és ünnepésben elhagytam az imádott napszemüvegemet, 13 éve az éki szerelmem, ha tudtok, segítsetek valahogy. Jó, ezeket imádom, ezeket az SMS-eket. Mire gondolva jön ilyenkor a hallgató? Hogy Feri kimegy, megkeresi, vagy ír egy hallgató egy SMS, hogy találtam egy nagyon összetört napszemüveget. Nem tudjátok ki? Adnak annyi. Tehát, hogy az soha a büdös életben nem lesz meg. Sajnos többet. M3-as Pest felé két kutya leállóban. 80-as kilométernél ezt mondtam, igen. Szegeden a Kossuth Lajos körforgalom után a lámpái ma is ki vannak kapcsolva, és csak egy sávot lehet benne használni, úgyhogy itt is kell egy kis dugóra számítani. Na. Ma is lesz-e hűtős játékunk, kérdezik a hallgató. Lesz. Volt és lesz is. Igen. Tegnap is volt, ma is lesz. Holnap is. És még holnap is, így van. Holnap kettő. Kettő is. Igen, mert ugye a hétfő játékosunk. Bizony. A hétfő játékosunk az... Csilla? Kap még egy esélyt. Talán. Nem, Barbie. 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 Barbie volt a hétfő játékos, igen. Na, a második neve Csilla, azt hiszem. Igen. Jó, és Barbie Csilla. Kis Barbie horror, kis Csilla. Katalin. Előkerült, képzeljétek el, a sósivatagon átvágó sivatagos Laci. Oh. Ha minden igaz, akkor állítólag de. Megvan. Igen, ez a jó ira rossz, hogy mumifikálok. Igen, nagyon keveset beszél, és viszonylag keveset bozog. Ott fekszik beágyazottva valahol. Hát, ugye okozott ő nekünk izgalmas perceket, mert hogy megszakadt vele a kapcsolat, és mi is próbáltuk többször hívni, hogy mondja el nekünk, hogy halad az átkelés a bolíviai sósivatagon. Ugye Bolíviában? Bolíviában igen, van. Így van, és hát a családjáról meg nem is beszélve. Tehát, hogyha én izgultam, értem mondjuk úgy, hogy minden nap fölmentem a Facebook oldalra, és megnéztem az új posztokat, illetve az új posztoknak a helyét, mert hogy 3-4 napon keresztül semmi hírról nem volt róla. Elindult, látták már, eltűnt a kanyarban. A kis húzta maga után a kis kocsiját, aztán se kép, se hang napokig. És várják nagyon a másik igen. oldalon. Igen. Na, de úgy néz ki, hogy előkerült. És először nekünk adná egy pici élménybeszámolót, hogy egyrészt mi történt vele, hova tűnt, mi van a kis kocsiával, átkelt ezen a dominózus sósivatagon, ki kell bandázott, mert a menedzserem még elmondta, hogy küldött egy olyan képet, ahol ott a helyi arcokkal bandázott. Igen. Megmászta a vulkánokat, ugye, mert őt két vulkánon is át kellett verekednie magát. Úgyhogy a kérdés, sok kérdés van vele kapcsolatban, és hát hosszú-hosszú csönd után előkerült. Megállapítottuk, hogy azért nem teljesen normális. Hát ez így óvatosan, de tényleg így. Azt jó értelmű. Nagy tisztelet a hangban mondjuk, de nem normális alac. Nem, de ez tehát egyébként ehhez kell is egyfajta kattanás szerintem, hogy ezt így meg akar csinálni. Nem? Vagy nagy a baj otthon, de ezt táfolta többször, tehát nem azért megy el. Igen. Igen. Vagy valamire nagyon vágyakozik. Mert valahogy egy átlag embernek kisebb álmai vannak. Tehát elmegyek kanopizni. Azt, hogy megiszok egy tálca sört, tudod. De a Laci nem. Mondjuk ennél de szép álom. Ha bárki most magára ismert, azért ennél keressen azért egy kicsit mélyrehatóbbakat. Tehát, hogy... Na, az az úrember magára ismert, aki benne volt, az osztrák vasúttársaságnak a reklámja. Az igen. Na, Laci itt van velünk. Laci, jó reggel! Hello! Jó reggelt, vagy jó hangjösszeket, ahonnan mérjük. Szia! Hány óra van most ott nálad, Laci? Hát éjjel egy óra múlt éjjel. Éjjel egy óra. Egyedül egy vulkán tetején, a sósivatag végén, vagy már egy meleg ágyikóban, hol talált rád az éjszaka? Én soha nem az, hogy meleg ágyikóban, most úgy képzeljétek el, hogy egy 10 és 3 nélkülű, egy ilyen elhagyott kis szobának a fekszem, sötétben. Uh-huh. Egy elhagyott kis szobában, sötétben fekszel? Igen, mert hogy itt áremnek víz nincsen ezen a környéken, hogy legalábbis csak alkalmilag víz az soha, áramadjuk az bizonyos időszakokban. De kicsit, mintha meggyötört lenne a hangol. Tehát azt hallom, hogy azért eltűnt az a fajta vitalitás, ami rád jellemző, és ami még a kaland elején volt a hangolban.
Tényleg? Két hete bulizol? Itt mindenki aggódott, meg mindenki izgult, meg nem volt napokig semmiféle elérhetőség hozzád, nem jelentkeztél, hát te meg bulizol. Ez mondjuk jó. Igen, hát én meg voltam, és köszönöm, hogy én életeket nem mindig tudtam adni, hiszen hát ez akkor is nem meglehetősen szerények a lehetőségek ebben az országban, főleg ebben a térségben. Aha. És a bulizás alatt mit értesz? Négy kéz lába vonszoltad magad a sivatagban valami déli báb irányába, ami úgy tűnt, mintha egy oázis lenne, vagy pedig a konkrétan tényleg arról szó, hogy a bolíviai hadseregnek a katonáival egymás után téptétek föl a mexikói söröket? Hát én itt éreztem, hogy fantasztikus ez a vizet tényleg, mondjuk olyan körülben, mint a holdal lenni, és annyira egyszerű eljött, és egyszerűen. Hát csodálatos volt akkor, mondjuk az emetek tervek 14-szer tervezte újra, de sikerült végigjönöm ezen a térségben, és ez lehet. Laci, nem tudsz kicsit arrébb menni, fölállni, sétálni, kivenni a házból, mert nagyon-nagyon rossz volt. Tehát, hogy valami elképesztő. Ez most a műholdas telefon, amin hívtunk, vagy a sima? Nem, a sima. Hát a műholdas az volt a sem működik sajnos. Hát ezt megérte kivinni. Mi még emberrel nem beszéltük, akinek működött volna a műholdas telefon. Igen, egyébként soha senki nem működik. Oké, Laci, csak röviden, hogy ők végül is átkeltél, sikerült, megcsinálta? Tehát átmentél a sivatagon, ahol ugye nappal plusz 30, éjszaka mínusz 10, két darab vulkán, több száz kilométer egyedül. Ez most akkor teljesült? Igen, nem az eredeti terv, többször újra kellett tervezni, mert a helyi viszonyok katasztrofálisak, mert olyan szempontból, hogy ugye az utánfutómhoz kellett, hogy ragaszkodjak. Már csak azért is, hogy túléljem a történetet, hiszen nem volt elég üzen, és nagyon ritkán jutottam hozzá. És hát ebből kifolyólag ugye, nagyon furcsa hangokat hallok. Uh-huh. És jönnek érted. És emiatt a hegyeken nem is tudtam mindenfelé átkelni, többször vissza kellett fordulnom, és elmennem más irányba, de gyakorlatilag sikerült megoldani mindig mindent. Hát akkor jó. Na. Örülünk. Hát szóhoz sem jutunk, Laci. A döbbenettől. Jó, figyelj, visszajössz, és akkor mesélsz. Jó, mert jó. Tényleg nagyon-nagyon-nagyon rosszul voltunk, azért ez nem megy annyira élmény számba nálunk már, mint nem te tetsz róla, azért nem a Margit szigeten sétálsz tényleg, tehát ott vagy valahol Bolíviában, így éppen valami kis faháznak a fa parkettáján fekszel egyedül, de ha megjöttél, akkor meghívunk, és akkor mesélsz. Jó? Jó, rendben, köszönöm, tétem. Oké, vigyázz magadra, most már el ne tűnj, köszi, ciao. Na. Hello. Hello. Szia. Kicsit fáradt volt ő. Igen. Nem, rossz volt a vonal, az ott a legnagyobb. Ő is fáradt volt, a vonal se volt túl jó. Na jó, mégis a világ másik oldala. A lényeg az, hogy akkor átkelt a sivatagon, a hegyen. De minek? De hol? De kivel? De hogyan? Te mondod ezt, akinek... Miről szól ez az egész? Ez mi? Na most állj meg! Na most állj meg! Majd két hét van azt, hogy átkelt. Hol? Minek? Hát te azt mondod, hogy nem is kelt át, körbe nem. De hát biztos át kell. De ezt pont te mondod, akinek örök álma marad, de reméljük, hogy egyszer megvalósít. Azt majd, hogy fölmenjen a Himalájára, te mondtad, hogy legyél egy olyan helyen, ahol az összes csillag látszik, mert nincs fényszennyezettség, hát ő pont ezt csinálja. Csak ő nem a külön gépével megy, hanem gyalog. De nem győztél meg. Na minden, nem, jó, nem. Majd elmondja. Ha visszajön, akkor elmondja. Én nem, az egészet nem értem egyébként, tehát, hogy így ő mindig elindul valahova, aztán mindig nem mond semmit, nem? Igen, és de nem most komolyan mondom, acó fölhívtuk, elhagyta a kocsiját, visszajött. Itt fekszem, nem tudok beszélni. Milyen volt? Jó volt, átmentem. Hát ez tök jó. Igen, mert hogyha valami konkrétat mondaná, például mit nem hát sehova, csak azt mondja, hogy ma csináltam 1500 darab négy ütemű fekvőtámaszt, akkor azt értem, igen, tudom én is hova tenni. Láttam a te jutott fejjel lefelé. Igen. Vagy mit? Valamiért fekszem egy ház kövén, aztán majd jövök. Jó, Laci, hát nem zavarom, feküdjél a világért, se akarunk összezavarni. Láttam, hogy bolíviai öreg asszonyt laborból mosakodott. Na hát, azzal tudok valamit kezdeni. Alulra. Tehát ez rajta kívül kit érdekel? Tök jó, én meg én Lacival vagyok, meg komolyan mondom, most már valamit mondjam, mert már 6-szor állok neki, hogy hívjuk Lacit, mert olyan lesz, hogy most ú, Laci most olyan mentál. Most már Laci, mondjon már valamit, most már tényleg van egy olyan attitűdje a Lacinak, hogy egyébként, tehát, hogy simán benne van, és nyilván el is hiszük neki, hogy állandóan pengeilyen táncol, és majdnem belepusztul, és majdnem belehal. Csak... De hogy ő ezt elmondja, mint egy ilyen butha,
Tehát, hogy tényleg, mint hogy azt mondta volna, hogy leugrottam most a non-stopban, de most az már nem volt együttes tejet akartam, de csak 2-8-as volt szerintem. Á, mindegy, ma mi ki. Á, én az együtteset ezt jobban szeretem. Á, mindegy, jó. Kenyeret viszont vettem. Na, jó van, összefekszem. Hát igen, ilyen. Jó, adunk még neki majd egy lehetőséget, amikor visszajött. Bárhol is volt, bármit is csinált ő ebben a három hétben ott, és bármit is mesél majd. És hogy jön, és hogy elmondja. És készen nem fogjátok elhinni. Túlmentem egy megállóval a Nagyvárad térig. Hát de ki ez a kaland? Ez jó, csak mondjam valamit. Ebben most egy nagyon gólt rúgtunk. Na, hallottátok, hogy mit csinál a MÁV? Erről már beszéltünk egy fél mondatot, de hát azért ez egyszerűen elképesztő, de tényleg komolyan mondom, hogy mi történik a MÁV-nál. A keleti pályaudvaron hangos beszélőn buzdítja az utasokat arra, hogy csatlakozzanak a MÁV-hoz és vállaljanak munkát náluk. Zseniális. Hát ez vissza a 60-as években, de tényleg. Tehát ászott a kis peronodon, várod, hogy bejöjjön, ha szerencsés vagy. Nem is nagyon sokat. Leesett egy magyar játékos. De ez megint ugyan ő volt, nem? Német megint leesett. Némettel baj. Ha még egyszer leesik, akkor vele nagy Némettel baj. Némettel baj lesz, gyerekek. Német kétszer leesett. Német elég edetlen. Letett föl. Visszaraktam. Mit elégedetlenkedik? Hogy is játszott? Német nagyon fickánozik. Ja nem, ezt tudod, ő már menne előre. Lehet, hogy Német már látámadik. Igazi csatár. Na, szóval telepi rendezőre, jegyvizsgálóra, vezető jegyvizsgálóra, gyakornokna, váltókezelőre, és felső vezetékszerelőre is szüksége van a MÁV-nak. És hát ők ezt hangos bemondón keresztül hirdetik. Nem? Hihetetlen. Na most a kérdés az, hogy jó ez a módszer, vagy nem? Nekem átlagos utazónak, mindenféleképpen érdekes. Közön van-e ahhoz, hogy a MÁV-unk erőhiányjal küzd? Szerintem vagy közön. Ha én ott állok, és esetleg meghallom, akkor elmegyek vezető jegykezelőre. Tök direkt az egész. Költséghatékonynak mindenféleképpen költséghatékony, hogy leültetik irénkét, és ott adnak egy szöveget, irénke fél óra. Én beolvastam. Igen, ezt is mondom. Jó, ez egy breaking. Felsővezeték, szerelők, jelentkezések. Így van, szózunk ki, láthatólag 5 perc késéssel indul. Villanyszerelőt keresünk. De ez tényleg egyébként megvan. Nem. Lépjen hátra a fehér vonaltól a kettes vágányra, a szerelvény érkezik. Ha jönnének, mozdonyvezetőnek jelentkezik. Ez hogy? Ha valaki hallotta már, írja már meg nekünk, hogy tulajdonképpen mit mondanak. Tehát, hogy ezen túl, ha mondjuk orvost keresnek, a kórházak majd akkor elkezdik. Akkor és a betegek között. Persze, hangfalakon keresztül nyomni a kórházakban, hogy jöjjön ön is orvosnak. Legyen orvos, nem jobb, nincs ma jobb foglalkozás, mint orvosnak lenni. Ér, mindenhol azt halljuk majd, hogy az adott foglalkozás képviselőit keresik. Igen. Na, hogy van ez? Igen. Ha valakinél esetleg van steril mullap, az életkezdőn a hármas műtőben, én momentán kifogytam. Igen. Ha rendőrt keresnek, majd azt hol hallod? Igazoltat a igazoltatás. És elnézést, önnél mindent rendben találtunk. Nincs kedve beállni közé. Ezt rendben az autóban, még élére van állítva. Nem akar rendőrök jönni? Csináljon csak jelentkezését. Csináljon csak így. Szirénáz. Vagy ha építészt keresnek. Hát én nem tudom, szóval neked nagyon valahol, én értem, hogy nagyon költséghatékony, de közben rettenetesen kőkorszaki gyerekek, hogy ott tartunk, hogy beleti pályaudvaron tényleg Aranka bemondja, hogy jöjjön mozdonyvezetőnek. Hát ez elképesztő. Ugyanis az van, hogy ahhoz, tehát hogy azt tudni kell a vasutasokról, hogy bennük nagyon megy az elhivatottság, nem csak a szakmájuk iránt, hanem maga a vasutazás, tehát a vonatozás iránt. És akkor azt gondolják, itt az az analógia, érted, hogy aki meri vállalni 2016-ban, hogy megpróbál beérni a munkahelyére vonattal, az azt is meri vállalni. Igen, mert annak van valami kötődés a vasút, azért mindenféle együttmentek, ne jöjjenek már ide, csak azok, akik szeretik is a vasutat. Aki szereti a vasutat. Hát igen, én állok a peronon, és azt mondom, hogy szükség van mozdonyvezetőre, akkor én azért elbizonytalanodom, hogy na ezt most vajon még az vezeti? Akkor előre mész és bekopogtam. Igen, haló! Jöjjek, vagy ezt most még valaki el tudja vezetni? Nem, most gondold el, de tényleg, hát a kórházba mész, és azt mondják, hogy orvosokat keresünk, a belgyógyászatra kettő darab orvos lehetőleg jelentkezett. Hát nem nyugszol meg, nem? Hát állsz a peronon, és azt mondják, hogy keresünk mozdonyvezetőt. Oké, gyerekek, ez a ti próbálhatok, csak valaki vigyen már el ából. Alkalmi ápolónőket keresünk a következő műtétünk. Az nem mosakodni 5 perc múlva lehet. Igen, tényleg, fertőtleníteni a kettes szobában. A vált szob vonalon is évek óta mondják. Állítólag írja egy hallgató. Később évek óta sokat a váci vonal. Átvették a falvak technikáját, ebben egyébként lehet valami. Ugye, hát beszéltünk azon falvakról, akik ugye üzennek ott Eger környékén, meg Heves megyében, hogy ilyen kis, van ez a hírmondójuk a hangfalakon keresztül. Azért késnek egyébként, hunkerőjány van, és a mozdonyvezető csak akkor tud indulni, ha már bemondta az összes szöveget. Aztán felugrik a vonatra és irány. Igen. Na, mindjárt megpróbálunk valakit előkeríteni a MÁV-tól a hírek után, hogy nyilatkozzon nekünk, mégis kinek a fejéből pattant ki, hogy
hogy így keresenek, illetve volt-e már, aki tényleg fogta a kis szűcsőjét, lerakta, elbaktatott a bakterhoz, bekopogott, odatta a szemét, és azt mondta, hogy jönnék. Hova? Hát, nem tudom, sínkezelőnek, vagy vezető jegykezelőnek. MÁV szóvivők jelentkezését várjuk, 0676400000-as SMS számon. Milyen, hogyha azt mondod, hogy a bemondói munkakörbe kell. De hát az az én melóm. Az, tényleg. Hello! Egyébként a MÁV az nem új keletű az ilyen reklámozó vagy stratégiával. Annak idején volt a Híva vasút, vár a MÁV. Emlékeztek rá? Egy 17 perces reklámfilmre akadtam most itt keresgélni, mert a szlogenre emlékeztem, azt beírtam. Ez volt, hogy Híva vasút, vár a MÁV, és akkor erre lehetett jelentkezni, és egy 17 perces filmet csináltak, amit a Magyar Televízió többször is leadott. Uh-huh. Hogy a szakma szépségei, hogy akkor tessék erre jönni jelentkezni. Igen, a híradóban bemondták azt is, hogy szatírt keresnek Szombathelyen, abból is hiány van, kérdezi. Igen, taxi sztrájk, Uberest felveszünk, küldte nekünk sírásokat, majd a papi búcsú beszédben kasztingolják a gyászolók között. Egyébként ez egy érdekes dolog, szóval, hogy na jó, megpróbálunk valakit előkeríteni a MÁV-tól, jó, nyilatkozzon nekünk, mondja el, hogy mekkora siker ez az akció, és ezt hogy elképzelhetjétek, hallom, bekopogtatok, akkor nyilván ők tovább képeznek utána, nem? Tehát valószínűleg valami alapképzés az szükséges, és akkor a speccet azt ők adják meg. Érettségizeteket van egy érettségid, és akkor utána bevezetik. Milyen munkakörre? Kiemelt fizetéssel már vezérigazgatót keresünk. Na jó, de akkor a baj, hogy mindent keresnek? Szóval, hogy akkor mi lesz 10 év múlva, érted? Vagy 20 év múlva, hogy lassan mindenkit keresnek. Ugyanígy 100 literes villanyboiler eladó. Igen. Ugye azt írják, hogy mérnököt, felső vezetékszerelőt, jegykezelőt, tehát mindenkit keresnek, érted? Aha. Tehát, hogy senki nem akar elmenni a MÁV-hoz dolgozni. Itt már azért elég nagy a baj. Na jó, van, mindjárt hívunk valakit. Jó, 7:30 múlt, egy perccel jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:48 pontosan, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Neked után... is, köszi szépen, nagyon figyelmes vagy ma reggel. Ugye? Gyengéd és figyelmes. Minden reggel. Az. Minden reggel ilyen vagyok. Nagyon gyengéd és nagyon figyelmes. Magammal. Ja. Minden reggel gyengéd vagyok magamhoz. Adél, miért nem csinál egy vidám számot? De olyan nem tudom, de szeretem, lett. De hogy van egy gyönyörű neki gyermeke, irgalmatlan sok pénze, a világ legnagyobb sztárjai közé tartozik. Mindenhol teltházak már, hogy anya fogjon már. Érezem már egyszer, hogy sztár. Érezem már egyszer rajta, hogy vidám, hogy jókedvű, hogy szeret élni. Szóval tudom, hogy, de hogy tényleg, te annyira jó. De mi hiányzik neki, egy igazi férfi? Feri. Már indul a kis, majd én rendbe de teszem. De most komolyan csörögjél már rá. Mutassa a csúnyáját, hogy néz ki egy ilyen. Vagy mit tudom, hogy üljél föl ide a fénymásolóra, azt küldjük el a másolatot. Valami legyen gyerekek. Hogy ürülj a mázanő. Mindig olyan szomorú, olyan jól énekel, de olyan szomorú. Na, a MÁV-ról beszélgettünk, hogy egészen elképesztő módon, vagy hát nem tudom, mondjátok, ha nem az, vagy vitatkozzatok velem nyugodtan. Én le, annyira magyar. Annyira én szerintem elképesztő, tehát, hogy igen, hogy a keleti pályaudvaron a hangos beszélőn brúzdítják az utasokat, hogy csatlakozzanak a MÁV-hoz, vállaljanak munkát náluk. Nyilván erről beszéltünk, hogy a költséghatékony, és a tehát hogy a direct marketing nagyon jó, mert abszolút eljut. Igen. Tehát azonnal megkapod, ott vagy, meghalod, ha van kedved, bemész, és másnap már felsővezető leszel, vagy felsővezető, nem, felsővezetékszerelő inkább. Ha valaki félreérte, az sem baj, oda megy, elmondják neki, hogy nem igazgatót, valójában vezérigazgatót, osztályvezetőt, könyvelőt, keresünk, HR-est, mindenfélet. Szóval tényleg komolyan mondom, mi történik a MÁV-nál. Figyelj, a legnagyobb felületet találták meg az országban hirdetési felületként, ami a számukra ingyenesen elérhető. Tehát egy megveszekedett petákot nem költöttek. Semmit, hát ez abszolút. És mégis megy egy, mert plusz érted, az utas mondjuk leszáll valahol, bemegy a munkahelyre, és elmeséli, hogy gyerekek, hát mi volt ma a keletiben? Két eldugult piszuár javítására keresünk szakembereket. Na. Lehet jelentkezni a forgalmi irodán 17 óra 30 és 19 óra között. Tök jó. Szerintem tök jó. Ah, igen. Na hívjunk akkor valakit, jó? A MÁV-tól. Itt van Lőcsei Virág, itt van Virág, itt van Virág. Hello, jó reggelt kívánunk! Virág! Jó reggelt! Hello, Virág! Jó reggelt, itt a valaki. Itt van valaki, igen. Hello, Virág, ciao, csak gyorsan rá kellett pillantam az adásmenetemre. A MÁV szóvivőjét köszönhetjük benned, Virág? Így. Igen, így van. Ó, mióta vagy te a MÁV szóvivője? Már beszéltünk többször, csak kérdezem, hogy most már hány? Egészen pontosan 2014. október 1-e óta. Na, egész hosszú munkaviszony, hát a mai világban ez... Hát ez egy stabil munkaviszony, hát ez is csábító például a vasútársaságban, szerintem abszolút egy jó oldala. Mondjatok még egy olyan társaságot, vállalatot ma Magyarországon, ahova belépsz mondjuk iskola után, és hogyha jól dolgozol és ott akarsz maradni, akkor onnan mehetsz nyugdíjba. Hoppácska.
Ezt figyelj, erről is gondoltunk, hogy azt ennyire stabil. Így van, ha fel ennyi lenne extrém Laciban, mint benned. Na de ha ennyire jó nálatok dolgozni, akkor miért nem akarnak mégis nálatok dolgozni? Hát neki mondja azt, hogy nem akarnak nálunk dolgozni. Hát nyilván, akkor jelenségületésre. Virág, nem mondd ezt nekem, én értem, de hát azért, ha ti kerestek már úgy, hogy már hangszóron keresztül mondjátok, hogy jöjjenek, jelentkezzenek. Hát akkor álljunk meg egy pillanatra. Nem azért keresünk mi a hangszóron keresztül, mert nagy bajban vagyunk. Persze van létszámhiányunk, soha nem tagadtuk ezt, hanem azért, mert egyébként az előbb elmondtátok tulajdonképpen, egy kicsit gondolkodtam is, hogy miért hittatok fel. Kihasználjuk a lehetőségeinket. Hát szerintem ez egy teljesen kézenfekvő és logikus dolog, és hadd fordítsam vissza, mondjatok egyetlen jó ellenérvet arra, hogy miért nem jó ez a kezdeményezés. Költséghatékony, elmondtátok, közvetlen, hiszen az emberekhez eljut. Oda megy valaki, most meglát egy álláshirdetést, most mondok egy-két dolgot, ugye már ti is említettétek, forgalmi szolgálattevő, váltókezelő, felső vezetékszerelő, jegyvizsgáló. Meglátja ezt az álláshirdetést, és nem tudja, hogy mi a feladat. Én elmondom neked, hogy ez miért nem jó. Oda mehet az állásbőrzén, megkérdezheti, hogy mit kell itt csinálni tulajdonképpen, milyen munkarendben dolgozom majd, milyen lehetőségek vannak, milyen képzést biztosítanak nekem, mert azért egy nagyon fontos dolog van, ugye mi érettségizetteket kerestünk most. Ez sem véletlen, hogy az időzítés júniusra esett, hiszen ugye most nagyon sokan végeznek a középiskolában, kezükben a friss érettségi bizonyítvány, nem biztos, hogy mindenki felsőoktatásban akar tovább tanulni, hanem azt mondja, hogy ő szakmát szeretne. Mi kifizetjük a képzését, adunk egy szakmát a kezébe, ez alatt már bért kap, megkapja az összes egyéb a munkavállalóknak járó béren kívüli juttatást, kap ingyenes utazásra jogosító arcképes igazolvány. Tehát azt hiszem, hogy elég sok mindent kínálunk, és utána pedig egy stabil munka lehetőséget. Hát ez az anyag lassan olyan, mint az MTVA híradójában menne. Tehát hát figyelj! Komolyan mondom. Hát nem, ez most szerintem ez pont olyan, amikor a Klassz FM-ben saját műsoraitokat promotáljátok. De az egy kész termék, azért mi nem szoktuk mondani, hogy hírszerkesztőket és vágó asszisztenseket keresünk. Hát azért van egy különbség. Igen, nincs ezzel baj, nekem ezzel kicsit az az érzésem, hogy én felszállok egy gépre, és ott én még a folyosón meghalom, hogy repülőgép szerelőket keresnek, azért egy pillanatra azért kicsit elbizonytalanodom, tudod? Ja, Istenem! Nyilván ez az... De nem azt mondják be, hogy erre a gépre keresünk. Persze, csak ugye az ember ott áll, és akkor... indulunk. Egyébként meg bocsánat, hogy még hadd mondjak valamit. Szerintem az is bizonyítja, hogy nagyon kreatívak voltunk, mert hogy egy csomó ingyenes álláshirdetési lehetőséget kaptunk, hiszen tegnap a két országos kereskedelmi tévécsatorna is foglalkozott ezzel, illetve ti is felhívtatok, de tudom azt mondani, hogy halló, fiatalok, figyelem, lehet hozzánk jönni dolgozni. Komolyan, a marketing zsenik, hát marketing guruk dolgoznak nálatok, igen. Tényleg. Igen. Most már, ha csak pontosak is lennétek, nem? Még egyébként ránéztem ugye? A térképünkre a vonatinfón, hogy mert tudtam, hogy ez fel fog. Jó, hát nagyon azért ez a már esetében legyen. Azért nagyon ez... Szépen közlekedünk. Igen, na mi a mai helyzet? Minden oké, rendben vagyunk? Ma. Hát tulajdonképpen nagyjából rendben, tehát hogyha megnézitek azt a sok-sok pöttyöt, mert mindig kiemelünk egy-egy késést, de mondjuk naponta közlekedik 2600 vonatunk, abból késik 3, arról nem szólunk, hogy a többi egyébként pontos, jó, mindig azt csak mondom, arról én, a 3. Persze, hogy... a 2006 vonat az örül, de ott áll, tudod, az a másik 3, hát velük kell mindig foglalkozni, persze. De ha javultok, az tök jó. Tehát, hogy az szerintem abszolút... is a menetrendszerűségünk csodálatosan alakul. Még dolgozunk persze rajta. Há, Virág, nekem te nagyon tetszel. Nagyon, komolyan mondom. Nagyon. Tehát, hogy ilyen szóvívőkre van szükség. Mindenhol. De tényleg, aki ledumálja a rádiós műsorvezetőket, aki elmondja, aki felkészült, hát van menetspiritus, tényleg. Így privátban mondom már, hogy mivel pöröksz le egy reggelekre, jó? Hogy a vadatiltó listáján szerepele a cuccban. Nagyon jól. Egy nagy kávéval indítok reggel. Nagyon szokat, és rengeteg lelkesedéssel. Na, az jó. Az egy és humorral persze, mert különben ezt nem lehetne csinálni. Nagyon jó. Igen. Na, és akkor tényleg mit kerestek, csak hogy akkor még ezt elmondjuk? Tehát például... Még egyszer elmondom, mert nekem ez nagyon jó, hogy mondhatom. Na, tehát forgalmi szolgálattevőt például, váltókezelőt, biztosítás berendezési műszerét, felső vezetékszerelőt, jegyvizsgálót, mozdonyvezetőt, motorvonatvezetőt, és ezek nem csak fiúknak szólnak, hanem lányoknak is. Mert például ugye a jegyvizsgálók abszolút lehetnek, de a motorvonatvezetők, tehát ezek a szép korszerű motorvonatok,
azokat már hölgyek is nagyon szépen eltudják. És akkor valaki besétál a keletibe, oda megy egy jegypénztárhoz, és azt mondja, hogy itt vagyok. Hallottam a virágot, én vagyok az. Akkor hát mivel kedden volt tulajdonképpen ez az állásbörzénk, de még lesz belőle, ebben biztos vagyok. Egyébként azért visszautalnék, a régi vasutasok talán emlékeznek, hogy a nyugatiban és a keletiben is volt régen munkafelvételi iroda. Tehát ez azért nem egy olyan ördögtől való ötlet volt. Nos, szóval kedden volt az állásbörzénk, de a mapsupport.hu per karrier oldalon lehet látni minden kínálatunkat. Persze mindent kihasználunk nyilvánvalóan. Ez saját állásbőrze volt, de egyébként mások által szervezett állásbőrzékre is járunk. Minden olyan lehetőséggel élünk, amelyel egyébként minden más vállalat. Mindenhol ott vagytok. Abszolút. Igen. Figyelj, a fizetések egyébként mennyire versenyképesek, mert nyilván azért ez az ember hiány, ez abból is akad, hogy nem, sokan nem tartják ezt versenyképesnek. Tehát leszámít a vezérigazgatóit, azt tudjuk, hogy az versenyképes. Azt tudjuk, hogy az megállja a helyét, meg más nyugati országokban is. De hogy ugye itt nyilván a fizetés a kérdés, és a munkaerőhiány az mindig azt jelenti, hogy talán nem biztos, hogy versenyképes a fizetés. Nagyon sok hallgató kérdezi, hogy csak azért kérdezem, hogy ha valaki elmegy, mennyire csalódik, vagy mit talál, vagy mit lát, mit hall. Hát, én azt gondolom, hogy a fizetéseink azok nagyjából a magyarországi színvonalon vannak. Tehát, sőt, szerintem többet kínálunk. Akkor a béka feneke alatt. Nem, a békafenekével egy hát nem titeket bántva, nem titeket bántva, a magyarországi színvonalat bántva, ezzel nem a mávot, félre ne érsz. Igen, de ezért mondtam azt, hogy például ugye, tehát nálunk sok mindenből épül fel egy fizetés. Ugye van egy alapbér, és különböző munkaköri kategóriák vannak, ami függ attól, hogy milyen végzettség kell hozzá, mert ugye lehet hozzánk jönni alapfokú végzettséggel is, lehet jönni érettségivel, illetve természetesen diplomával is, tehát elég széles a paletta. Ez ugye attól függ, akkor milyen végzettsége van valakinek, milyen munkakört lát el. Tehát van egy alapbér, arra adott esetben egy egyvizsgálónál, mozdonyvezetőnél jön a műszakpótlék, aztán jön rá túlóra pénz, aztán a jegyvizsgálóknál értékesítési jutalék akár, illetve emellé jön, amit már említettem az előbb, a béren kívüli juttatás, ami éves szinten bruttó valamivel több mint 360 000 forint. Aztán az egészségmegőrző programot is biztosítunk, illetve az arcképesigazolvány, amely ugye nem csak saját részre biztosít ingyenes utazást a vasútvonalakon, hanem az egyháztartásban élő eltartott családtagok részére is, illetve házastárs élettársnak. Tehát azért szerintem sok srácok, nem maradok kínálunk. Tovább, csináljatok ketten, jó? Én azt gondolom, hogy te kiváló kaller lennél, te annyira jó kaller lennél, hogy ez a megvédleteket. Engem megvettek. És a másik meg, ami még nagyon fontos, hogy egy folyamatos képzést biztosítunk, amit az előbb mondtam, egyrészt, hogy stabil vállalat, másrészt, hogyha valaki bekerül, és szorgalmas, és szeretnék képezni magát, mi ezt biztosítjuk, folyamatosan van előrelépési lehetőség. Tehát azért nagyon sok csomópont is jönnek például, aki elindult valamikor a középiskola után, és folyamatosan képezte magát, akár a belső folyamainkon, akár külső, mondjuk akár főiskolán, egyetemen, de mi támogatásunkkal. Ő aztán szépen lépdelt előre a ranglétrám, és hát komoly karriert futott be, amivel természetesen együtt nő a fizetés is. Virág, hát ez hát, komolyan mondom, hát tényleg a köztévé nem csinál ilyen riportot. A legtúrvább, a japán állami vasutak csak egyetlen dolgot irigyel tőlünk, Lőcsei Virágot. Én ezt most azért dicséretnek veszem, ha nem bánjátok. Ha, jó, abszolút, abszolút dicsérünk téged mindenféleképpen, igen. Virág, hát reméljük, hogy sokan jelentkeznek. Nagyon ötletes ez a dolog, abszolút. Köszönjük szépen, vigyázzatok magatokra, jó munkát. Lőcsei Virágnak köszönjük szépen, a MÁV szóvivőjének. Hello. Szia. Van vitamin a néniben. Fú, gyereke. Van benne energia, gyerekek? Tudod, melyik kategória ő? Tudod, majd megölt. Igen, az. Sőt. Volt benne. Igen, nagyon jó. De ilyen szóvivők kellenek mindenhova. Dumáljon le, győzzön meg, érveljen, arcoljon, szálljon szembe, védje meg. Nem? Katedrát neki. Tényleg. Nem mész el Kallernak? Tök jó kaller. Csak egy rövid idő. A fejed is olyan kalleros, ahogy öltöző, vagy is kalleres. Tudtam, hogy előjön. Te az egész lényed, te kallernak születtél, nem értem, mit keresel a mikrofon mögött. Komolyan. Menj már. Nem, Benni Janiak már megvan a B-verzió, nem? November után. Megyek majd, érted? Így igaz, így meg egy kicsit, mintha így simlis sapkát. Mondd azt, hogy jegyeket, bérleteket? Jegyeket, bérleteket kérem ellenőrzésre felmutatni. Köszönöm szépen. Sajnos nem, már túlmentünk egy megállóval. Engem ez most megnyugtatott egy kicsit. Na jó, 3 perc, pontosan 8 óra.
Dóra játékunk lesz, de majd csak a hírek után egy picit. Virág elvitte a kraftot, a lendületet és a perceket, úgyhogy jövünk. Mit van Dóra játékunkkal? Kivételesen a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 8 óra után vagyunk pontosan, 12 perccel csütörtök van, és most már állítólag tényleg megjön a jó idő. Tehát, hogy... 35 fok, már tegnapra is vártam. Azt mondják, tegnapra is vártuk, és mi volt meg tegnap? Armageddon. Ez a 13 fok szakadó eső és zivatar, de olyan vízmennyiséggel, hogy... Én nem tudom, azt mondják mindig az a június, ez ilyen esős, de én nem emlékszem, hogy tavaly is. Mindig ezt mondják. Ez lett volna. Bármilyen idő van, volt már ilyen. Így van, és mi mindig azt mondjuk, hogy nem emlékszünk rá. Igen, nem az volt, hogy tavaly ilyenkor már nagyon nagy meleg is volt. Volt jó idő, hát de az idén is volt, bocsánat, már az idén is voltak 35 fokok. Hát mi fürödtünk 3 hetet, már fürödtünk a tóban. Ami azt jelenti, hogy... Hogy még mindig nem csinálták meg a vezetékes vizeteket. Egyrészt így is van, másrészt, hogy már jó idő volt, tehát fölmelegedett. Igen, de tényleg nem tudom valahogy, mert ez a nyár most nem akarna megérkezni. Most egy pár napra megint meleg, hétfőtől megint lehűlés. Jövő hétre. Igen, ezt semmi extra, csak szombaton szerdáig mond esőt. Most nézem az OMS. Most szombattal? Igen, aha. Te mit törögsz? Külföldre leszek. Ja, értem. De undok vagy te. Egy ilyenkor kicsit mindig jó, ha tudom, hogy szívtok. Azt mondja, hogy srácok, Szegedről Pest felé az M5-ösön hatalmas a torlódás, utat javíthatnak, sajnos nem látok el odáig pontosan, de legalább egy jó 30 perces várakozás van, ha nem. Több puszi nektek, remélem, segítettem a többi autósnak. Jó, tehát Pest felé az M5-ösön hatalmas a torlódás. Még ha azt megírtad róla, hogy hol, akkor azzal még sokat segítettél volna. Szegedről Pest felé oké, de hogy azért az egy 160 kilométeres távolság. Gyuri integet, 74-es kilométer. Megtaláltam. Jó, egy másik hallgató elküldte. Igen, fontos, hogy hol, az nagyon fontos mindig, hogy merre, milyen irányba. Ugye nekünk azt sem segít, ha használjátok, hogy a Balaton irányába, az M7-esen. Nem jó. Hát az a határtól is lehet. Ugye? Tehát, hogy az egyébként Nagykanizsa, neked bizony. A Balaton irányába, bizony. De Nagykanizsa felül is a Balaton irányába mész. Északról délre, nyugatról tehát, keletre, keletről nyugatra, délről északra, hát elég sok van. Így van, pontosan írjátok, akkor tudtok nekünk, illetve a hallgatóknak igazán segíteni. A Balaton irányában 82-es kilométernél az még betájolható, de ha csak annyit írtok, hogy Balaton irányában nagy a dugó az M7-esen, nem vagyunk bejebb. Mert hogy két irányba lehet még bármi. Közelíteni a Balatont, igen. Ha odáig benne van már az esemes, hogy torlódás van, akkor se adjátok abban, ne adjátok fel, folytassátok, és így van. M5-ös Budapest elé, így van, 74-esnél akkor, tehát ezt rendbe tettük, ez megérkezett. 11-es úton most minden oké, kivételesen jól lehet haladni, kaptuk ezt is SMS-ben. Az M7-est mondtam, így van, és van még egy, ami az M7-est illeti, a 145-ös kilométernél egy kövér rendőrnő drága fotókat készít. Jaj, már nem mondjunk ilyet. Marseille-ig meg sem állunk, Ria-Ria Hungária. Mi történet is mondtam, eljöttünk tőled, hatalmas nagy ünneplés, természetesen elfelejtettem elindítani az órát. És úgy éreztem, hogy még ezen a napon sincs kegyelem. Se semmi. És ott a piroska, mi? Nincs egy olyan nap, amikor embernek itt ne lenne farkasa. Kérlek szépen, lila színű csekket kaptam. Én nem tudom, ott ja, igen. Lilát? Ne, én még az jubileumi csekk? Láttam kéket, láttam pirosat, én ilyen gyönyörűen becsomagolt lila csekket még nem láttam. Ott virított az autóba, amikor már leültünk nálad, mondtam, ó, nem indítottam parkot. Az a rohadt UV-sugárzás, a kocsin. És úgy azt gondoltam, hogy milyen jó lenne, ha ezeknek lenne lelke. És nem egy ilyen pénzkeresetből ilyen, tehát hogy én értem, hogy ők ugye kapnak jutalékot minden büntetésnél. És hogy őket ezzel nyomasztják, és neki büntetni kell, de hogy egy pici lélek, ha szorulna beléjük, nem? Hát egy 2-0-nál. Ma összefogunk, ma összetartunk. Ma te is magyar vagy, én is magyar vagyok. Ma nem büntetlek meg, de mert mi, tudom, hogy valahol valószínű vagy... meccset nézel. Igen. És drukkolsz. Ha vagy nem. Igen, de akkor hirdessen amnestiát, érted? Visszamenőlegesen. Lehet, hogy arra gondol, hogy annyira nem szeretném megbüntetni, de ha egy picik is esze lenne, hogy elindította volna azt az órát, nyilván hetente 6-szor parkol valahol, vagy 12-szer, vagy 24-szer, miért nem indítja el? De kedden este 6-tól 8-ig, miért le lehetne free?
kedden este 6-tól 8-ig a magyar meccs alatt. Tökre, tudom, gondolom, hogy meccset mentél nézni. Én is gondolom. Nagy valószínűsége, mert ugye ma hangzott el pont, hogy mekkora volt a tévés nézettség az M4-nek, hogy ilyet nem láttak még. Olyan görbe van, hát, csak oknak. De ilyen görbét csak akkor látok, ha belenézek a gatyámba, komolyan. De az nem vissza is hajlik. Ekkora görbét nem látok. Hát, nem látok mindig. Érted? Nem, persze, nem igazából igaz a melóik, hogy ebből élnek. De jó lenne, hogyha egyszer nem fizettetnék ki velem a számlát a helyben. Jani. Beülnék, megkajánlánk, olyan sokszor vagyunk ott. Na most te ne dumálja, mert te nem fizettél. Mi? Hát én nem is fizettem. Ha te hívtál meg, hát értem. Ja, mondjuk én igaz. Én meghívattam volna magam. Most akkor... igaz. Igen, igen, na, igen. De jó, nem igazad van. Értem, amit mondasz, persze, tehát, kicsit hogy, fáj, hogy elárult. Hogy? De hogy legyen egy kicsit lelke, és mondja azt a Kaller, hogy ma nem, mondja azt az ellenőr, hogy biztos mész a Margit szigetre, drága diák, igen, aki egyébként sétálni szoktál, de oda akarsz érni, mert se nem. Ma kedves autós 6-tól 8-ig nem. Ő nem adott ezért szolgáltatást, érted? Hát jó, az már egy elvi kérdés, ugye, hogy most van ezért hogy szolgáltatás. Hogy mire adott? Hát ő a büntetést nem adja. Biztos az osztrák rendszám miatt. Nem azt tudom, miért dolgozol ezzel minden adásban ekkora erővel, hogy az én egyébként nagyon gondosan 20 év alatt felépített kiváló brendemet egy mondattal így lerabolt. Építette eleget, én csak csipegetek labból a pici brendből, itt ott, amolt, ez semmit nem számít. Igen, el kell mondjam, hogy magyar rendszámmal járok. Tehát vagy nagyon régen ültél az autóba, vagy nem nézed, hogy milyen rendszám. Tehát 2 éve körülbelül magyar rendszámmal járok. Az osztrák rendszámon meg egy nagyjából 6 hónapig volt. Tehát, hogy azért ez nem egy... A pályafutásomban 20 éve vezetek. Azért abban egy 6 hónapig egy osztrák rendszám ellizigeltem egy autót, azért az csak belefér. Nem? Na. Most már a magyar rendszámon van. Na mi van? Igen, de az mondjuk Pézs, de... magyar rendszám, de Pézs. Jó, magyar rendszám. Pébet is, semmi. Nem fizetek be, így sokkal olcsóbb vagy. Szóval kikérem magamnak a gyanúsítást magyar rendszám erről, de nem így van, hogy miért? Csak egyszer. Levettem, befizetem, persze, nyilván nem erről van szó. Csak úgy mondtam, hogy jó, van, rohadjál meg. Hogy pont most. Kicsit pont most, ja. Úgy éreztem, hogy úgy és te is a barátom vagy egymás barátai rosszabb, vagyunk. Mert ugye mindenki fő volt pörögve a meccs után, tehát emlékezzetek vissza, hogy tök jó hangulat volt, mindenki pörgött, és odamész, és olyan nagyon beleköpnek a levegőbe. Azonnal visszarántott. Gondoltok arra, hogy abból a pénzből is, vagy legalábbis egy részében a stadionok lesznek. Hát ez micsoda jó hát én ezzel ez mondom, pontosan ezzel a magyar győzelemmel ebbezehet, csak egy baj van, hogy még a stadion épült. Örülök a magyar győzelemnek, örülök, de óvatosan, mert aztán alátámasztottuk. Ki tudja, hol épül a következő? Igen, úgy érzed, hogy az én befizet egy nyomorúságos 7000 forintomból? Stadion hát épület, nem TAO-s pénzekből épülnek, azok bali büntetéséből épülnek? Nem az épülnek? Egészből, hát nyilván vannak járulékos költségek. Na mindegy, jó van, hát nem is ez a lényeg, de hát nem ember az ilyen. Azt mondja, hogy a Népligetnél a Hungária körúton az ülőjűnál a felüljárótól 51 méterre megállni tilos tábla mellett kis kottanás. Zoli, ilyen esemcsüket várunk. De 51, Zoli biztos? Uh-huh. És kis? Kis kottanás? Óriási vagy. Igen. Na, egy nagyon érdekes cikket találtunk. Mi van? Ja? Hogy? Ki? Juli mutogat nekem. Ma elhagytuk valamit? Biztos elhagytuk, amit mond órát. Persze. Aha, de lehet már... így élni, hogy néha borul valami Juli. Benchmark. Benchmark játék. Ja, hát az annak le kell menni. Lenni kell. Tök igazad a Juli, köszi, hogy szóltál. A kérdés, mit mond Dóra? Visszafelé beszélünk. Ülészebb élet a szív. És hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. De vásítjellánk, mime? Aki válaszol... Halló, jó reggelt! Sziasztok! Hello! Szia! Kriszta! Így van. Honnan hívtál minket? Kriszta! Budapest, és így belebuktál nekünk a telefonba kicsit így, megadva az alaphangot ezzel? Hát, próbáltam, igen. Még szebb legyen a reggel. Mit csinálsz ma reggel? Dolgozol otthon vagy? Otthon, 2 kisgyerkőccel. Fú, micsoda, lemondasod a hangod. Nálhás vagyok, úgyhogy sajnos. Hát, mekkorák a gyerekek, mert nyilván az ember fáradt is, persze. 3 éves az egyik, és 6 hónapos a másik, a 14 éves meg már ugye azért nem probléma ilyen szempontból. Hát nem úgy probléma, aha, ugye? Hát igen. Mindig mindegyik probléma egy picit. Elgondolkoztunk, feldolgoztunk. Ha 3 éves a gyermek, hogy nincs oviba?
mert ő még csak most kezdi majd szeptemberben. Még nem töltötte be a 3 évet majd júliusban. Ja, értem, ja, ja. Tehát még nincs 3 éves. Jól van, oké, na figyelj ide, egy városunk maradt, és egy szólásmondásunk. Ó, akkor város. Na, ennyire félünk a szólásmondástól? Pedig, na mindegy. Pedig ma könnyű. Nem baj. Nem baj? De nagyon, érted, hogy mennyi, tehát hogy nagyon könnyű. Nagyon könnyű, uh-huh. Így van. A mai feladvány. Plusz ráadásul én azért szeretem, mert nagyon sok szó van benne, tehát több lehetőséged van, mondjuk egyet vagy kettőt rövidet visszafordítasz, és akkor már beugrik a szólásmondás. És a mai szólásmondást azt mi adjuk föl? Azt nem Dóra mondja, azt mi mondjuk? Ha azt választod, ha nem, akkor lehet a város. Maradjunk inkább a városnál. Jaj, eldobsz! Hát, megértünk, hogy bízol bennünk. Jól van? Eldobsz egy könnyűt. Fáradtam betegen, inkább. Fáradtam betegen. Kicsit olyan már, mint ha úgy érzem, mint ami hívtunk volna föl, hogy átszál velünk. Nem akarjuk magunkat ráerőltetni. Akarjuk erőltetni ezt a játékot, hogy a fáját. Tehát nehogy félreérts, hogy így fáradtam betegen, 2 gyerekkel otthon, még mi is fölünk, és játszanod kell. Hát milyen szörnyű. Szörnyű ez a dolog. Oké, de te mondtad a város. Igen? Nem, csak izgulok, mert a páromnak szeretnék nyerni. Igen? Így van. És meglepiből, vagy hogy? Így van, holnap lesz 30 éves. Olcsó megúszod? Nem, csak már annyira régóta szeretett volna ő is játszani, és most azért úgy örülünk, hogy bejutottunk, mert nehéz. Ja, és nagyon nehéz. Nem is tudja, hogy adásban vagy, csak majd elmondod neki. Így van. Aha, hogy ha megvan. Jó. Jó van, meg lesz, figyelj, egyszerű város. Indítjuk az órát, fél perced van, elindult az óra, figyelj, így szól. Evekrút. Fú, de könnyű. Mutatjuk még egyszer, figyelj. Evekrút. Purkeves. Most képzeld el a szólásmondás, még ennél is könnyebb volt. Az nagyon könnyű lett volna. Hát kíváncsiságból most már meghallgatom. Hát nem, ha majd holnap hallgathatod meg. Jó. 30 éves a párod, fiatalabb, mint te? Így van. Tényleg? Így van. Hány éves? Hány van köztetek, és akkor nem kérdezem meg, hány éves? 2 év van köztünk. Igen, mindig is a fiatalabb pasikra buktál, vagy az így? Nem, nem, ő az idősebb. Nem, ez így alakult. Hát én sírva fakadtam először, mikor megtudtam, hogy hány éves, mikor mi összejöttünk. Mi? Miért? Mert megijesztett a korkülönbség. Tényleg? Így van. Hány évesek voltatok, mikor megismerkedtetek? Hát ő 24. 24? Ajajaj. Hát és akkor ugye te már akkor 31. És akkor, akkor megszerítetted, mert egy 24 éves pasi, hát az még azért sokszor kamasz, tehát még azért jön, megy, dolgozik, csajozik, hát 24 évesen még azért nem biztos, hogy kész van egy komoly párkapcsolatra. Tehát akkor neked ez sikerült. Hál' Istennek ő nem ez a típus volt, úgyhogy ő nem az a bulizós típus. Aha. Ő azért ilyen szempontból elég gyorsan benőtt a fejlágyát. És hol ismerted meg? Megláttad egy gyereknapon, hogy vattacukrot falatozott és nézte a sugráló várban. Várt a körhintára, hogy beülesse. Nem. Munkatárs. Ah, mit dolgoztad? Szerződéskezelést csinálunk egy biztosítónál. Aha. Az jól hangzik. Jól van, oké, na hát figyelj, akkor a 30. szülinapja ebből a szempontból abszolváltuk, megvan az ajándékcsomag, lesz valami kis ünnepség, ajándék, vacsi, így bármi. Van. Így ugyan? Van. Családilag is, aztán meg majd még meglátjuk, hogy mit sikerül a 2 gyerkőt mellett. Hát azt megértem, hát nem mindig egyszerű sakkozni, hogy kik vigyázzanak rájuk. Kriszta, puszi, köszi, küldjük az ajándékcsomagot, jó? Megtek is, köszönöm. Köszönjük, ciao. Hello. Na, nem is volt ez annyira nehéz. Anya tejjel szoptatta a testépítő férjét a nő, hogy jobban fejlődjenek az izmai. Kiváló ötlet. Tudtam, hogy ez neked tetszeni fog. Egy atlantai nő otthagyta az állását annak érdekében, hogy otthon szoptassa a testépítő férjét. Ha megnövelős időszak. De jó van a sok szénhidrátra. Jó rá. Igen, a feleség azzal szerette volna még szorosabbá tenni a kapcsolatukat, és magasabb szintekre emelni az együttléteket, illetve hát spirituális magasságba eljutni a kapcsolatokért. A kapcsolattal. A nő 2 óránként megszoptatta emberünket, és nagyon lelkes, mert azt nyilatkozta egy amerikai bulvárlapnak, hogy ez egyébként mindkettőjüknek jó, jó a feleségnek, és jó a férnek. Egyébként az ő közösségi oldalán számolt be arról, hogy a férj 2 óránként felkéreckedik cicire. Aha. Jánosnak, hogy csillog a szeme. És megszoptatja az ő kis férjecskéjét.
Hát akkor ez egy ilyen kellemeset hasznos alapban. Valószínűleg ez nagyon valószínűleg nagy gáz. A pasiának elég komoly testtudata van, valószínűleg túl sok időt vett el a közös kapcsolatuktól a sok gyúrás, és akkor ezért találta ki, hogy, hogy a táplálkozás, na, akkor így a kellemeset. Lehet, hogy talált valahol valami kis itinert erről, hogy a nagyon magas szénhidrátum, a fehérje, a bizé, a igen, minden benne van, és az neked jó lesz majd. Hát csak két felvetésem van, hogy évedek abban az esetben, hogyha azt gondolom, hogy a tej csak akkor van, hogyha ugye gyermek is van hát hozzá. Hát van gyermek. Tehát is. Apu elette a gyerek elől a tejet. Egy, kettő, hogy mind... Ez egy öngerjesztő folyamat, minél többet teszel, elvileg annál így több van. Na jó, de hát azért liter számra nem fog termelni egyetlen egy anya sem, sok szerintem. Sok volt. Igen? Hát az a baltnak sok volt. És akkor lehet, hogy hívják, hogy váltás volt mindig. Összepacsíztak, és akkor csere. Ja, vagy a bal cici a gyereké, a jobb cici a pály. Igen, valahogy így. Ez az egyik, másik, meg mindannyian kóstoltunk már anyatejet. Hát azért így nem állsz sorba érte. Hogy jó volt? Igen, hogy emlékszel? Én persze nyilván. Te is megkóstoltad? Nem egészen ízletes. Igen. Szóval, hogy hát, finoman szólva sem finom. Bár a testépítők mindent megesznek, megisznek. Egyébként teljes tévedés, mert azt mondják egyébként, hogy magának az anyatejnek nagyon kevés a fehérje tartalma. Tehát amíg a proteinporoknak, meg ugye ezeknek az italoknak egyébként van egy 60-70%-os fehérje tartalma, addig az anyatejnek egyébként nagyon kevés. Míg ugye a cukor és a zsír tartalom az meg sokkal nagyobb az anyatejben, mert ugye a babáknak nincs szüksége annyi fehérjére. Tehát emberünk meg egyébként még nem is ért ahhoz, amit csinál, mert az anyatej neki egyébként nem szerencsés, nem? Nőttek az izmai, ezt tudjuk? Nőttek arról az izmai beszámol. Egyébként, igen, ő arra gondolt, hogyha egy gyerek mondjuk egy év alatt x kiló gyarapodik tőle, akkor ő, ha többet szív, akkor többet tud gyarapodni. Azért megnézném egy ilyen pizzafutár, vagy egy ilyen postás arcát, amikor így belépsz a lakásba, és papa ott ül, mamán nem. Mama finoman kigombolja az igen. Majd nem ül, hanem a karjaiban tartja. Van róla 110 kilós férjét. Ők egyébként posztoltak fotót, látszik az asszonyka, hogy ölelkezik a férjével, és a következő képen, hát apuka már felcsatlakozva, mint egy jóféle hosszabbító. Na, az már igazán bizarr. bizarr fotó. Rettenetesen. Hogy megnőtt a gyerek? Szevasz, Lajon. Kell, hogy kézisztálj már onnan, mi az Isten csinál. Azért élvezeti értékre is rámen, mert a másik kezével, vagy a kezével viszont a másikat azért keményen megfogja, és van az ujja. Annyira rutinosak, egy nagyon durva, de az egész kapcsolat tényleg nagyon durva lehet, hogy a feleség felkészült egy szoptatós párnát rak be a férjének a feje alá, hogy ő jól érezze magát, és kényelmesen hódolhasson a szenvedélynek. Tehát berakta a szoptatós párnát, és ők ezeket a képeket posztolják a Facebookra. Gondold el, ott mit kapnak egyébként. Hát, tehát amikor Bálint Antóniáról lejött az, hogy nem tudom hány éves koráig szoptatta a saját gyerekét. Persze, még ballagásnál még azért. Júli, keres már rá, Bálint Antónia szoptatás. Még megszoptatta. Nincs, megigazított rajta. 8 éves koráig. Hát 8 éves koráig. 68, keres, Júli, légy szíves. Oké, csak arra akartam nyugodni, hogy akkor ott mennyire szegény, mennyire durván kapott, hogy ez nem normális, beteges. Ami még azért valamennyire talán magyarázható, bár szerint 5, én is azt mondom 5 perc. Az egy régi cikk, már 8. És akkor hogy van, hogy éjszaka, ha felkel emberünk? Felsír. Csak játsszuk el a gondolatát. Ugye, mint a baba felsír. Anya. Onnan nyúlsz, megnézed a pelenkáját, rendben van, jó, a pelenkázni el kell. A baba felsír, kiveszed az ágyból, merre rakod meg. Ja, meg, itt meg van valami kis hurka. Igen. Ja, hátul fekszem. Fel kell a 35 éves, Mama, ő ráfordul vajon a feleségére, vagy a felesége mellette alszik, és csak egy finoman ő fordul rá, teszi a szájába az ő kis magához emlőjét. Húzza. És Jonathan... Aron! Jézus már! Jaj, Lajos! Lajos, rohadt életbe Lajos. Jó, fordítsuk be magyarra. Lajos. De miért Lajos? Már megint hát, miért Lajos? Lajos? Zsombor? Milyen nehéz jó, Lajos Zsombor? Hát, valaki mindig megsértő. Szóval nem is a zsomborok vagy a Lajosok megsértőnek. Tehát, hogy Bálint Antónia szegény mit kapott? Pedig az kevésbé természetellenes. Hát gondolom, hogy őket a Facebook oldalukon, amerikaiakról van szó, hát ízekre szedik, egyébként írják is, hogy óriási közfelháborodás. Amit egyébként nem értem, hogy miért. Mert hát mi az, hogy mi? Alapjában véve egyébként semmivel sem bizarabb, mint amikor egy 6 éves gyereket teszel a melledre, vagy egy 30 éves. Tehát nincs dehogy nem, hát azért mi? Ott van, mert megszületett a gyereked. Igen? Mert megszületett a gyereked, és folyamatosan szoptatod. Mm-hmm. Én nem igen. Gondolom, érted? Az más. De ő nem az édesanyja, ő a felesége.
a párja, nem vagyok csöcsirigy már, nem vagyok te irítse, nem érted? Hát az édesanyád egy csecséből szopod az anyatejet, az más. A feleséged melyje, az már nem azért van, hogy te szopjál belőle. Én ennél sokkal durvább aberrációkat hallok egyébként. Az igaz, de az is beteg, amit érted. Tehát, én most hatot tudnék mondani, ha nem lenni műsorban, hogy milyen aberrációkat hallok, meg látok, olvasok ilyen különböző fétis oldalakon. De a szexuális, ez nem ez is egy, de hát ez is egyfajta, ez hát vagy anyakomplexus, tehát azért ezt egy komoly szexuális terapeuta, pszichológus, pszichiáter azért ezeket nagyon komolyan leírná, hogy itt mi van. Itt mi történt gyerekkorban? Finom, orális, anális szakasz, hol lett ez nagyon elrontva, szóval, hogy azért ez semmiképpen nem egészséges. De most ez az ő magárügyük, nem? Hát de akkor viszont ne tegye föl sehova, akkor mit reklámozza? Vajon kinek az ötlete volt? A pasi mondta, és a nőnek kellett belemenni, vagy a nő erőltette, és a pasi belement? Ugye? Vagy egyszerre találták ki? Igen, ugye? Ez egy érdekes kérdés. A nő lehetett. A pasinak csak egyetlen kérdése volt, hogy ne a nőre kelljen gondolni, hanem Ronnie Coleman-re, mert hogy ő a példa. Van büfisztetés ilyenkor utána? Kis büfisztetés. Hátpasi, igen, persze. Kis popsi, pasi, kis hátpasi. Aha. Igen. Jaj, a kis Csaba egy csípős. Tegnap is terezi. Édesem, addig nem fekszel le, amíg nem büfisztet. Na, kincsesem, de marad egy kis puki. Én rettenetesen beteg nyilván. Oké, na jó, de vonatkoztassunk el ettől, és tényleg vissza arra, amit az emberünk mondott, hogy ő azért csinálja, mert hisz ebben a praktikában, és ő szeretne egy kicsit hízni, és még izmosabb testépítő lenni. Oké. Vizsgáljuk meg akkor, hogy ti, drága hallgatók, mi olyat próbáltatok ki, amiről azt gondoltátok, vagy meggyőztek benneteket, vagy olvastátok, hogy működik. Mi ilyen kis bizarr házi praktikákon mentetek keresztül, vagy mi házi praktikákon, amik a szépülés érdekében történtek. Mondok én például egyet, volt idő, amikor azt mondták, hogy csepegtessé citromsavat a szemfehérjétbe, mert attól gyönyörű lesz a szemfehérjét. Citromsavat csepegtessél, igen. Hát ezt utána ezre kipróbálták, és 4000-re levonták a csolyá előfizetésben, megvakultak, tudom. Már nem volt szükségük. Hogy ezt rendelték, csak bréle. Zsírra keregeted a mellett, házilag piócázol, narancsbőrre teszel valamit, pumpák, porszívó csövek merre, hogy jobban álljon. Mit tudom én? Az uborka működik szemre? Házilag. A uborka szemre az még egy igen. Házilag piócázás az? Házilag piócázás. Sörtől, répától jobban barnulsz. Az igaz, az igaz. Sörtől igaz. Kimentél Mauritiuszra, első nap elvitt a mentőbe, harmadfok végés és érdéseket szerezzél. Ilyeneket írjatok nekünk, amikor olvastatok, amit kipróbáltátok, és a lehető legnagyobb az lett belőle. A lelei szabadságos sörszagon feküdni. Működik, hát a bétakarotin, ugye, persze működik. És a méhecskék is jobban jönnek rá, csak mondom. Csak amikor elmész Magyarországra hófehérbőre, az első nap bekened magad, mert olvastatod, hogy szép barna szel, és estére hólyagosra égeted magad, nem szerencsés. Engem nem baj, ha nem hideg. És locsolod magadra. Na, ezt írjátok meg nekünk, jó? Drága hölgyhallgatóink is, írjátok meg, de pasik is, ha bármi volt, amit kipróbáltatok, és nem működött. Mi volt az, mi volt a módszer, és mi lett a vége? Jó, várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:49 múlt, pontosan 2 perccel. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Egy amerikai párról beszélgettünk a hírek előtt, akik egészen bizarr fotókat posztoltak a Facebook oldalukra. És a fotó ugye arról szólt, hogy a pasi, hát hogy is mondjam, szóval, hogy szoptatja a barátnője vagy a felesége a pasit. Ugye? Igen. És ezeket ők kirakták a Facebook oldalukra. Rendes mell, szájba hát vétel, igen. Hogy a gyúrásnál ugye meglegyen az anyag, ami kell a tömegnöveléshez. Aha. Hát, nem túl olvasott az úriember, tehát hogy azt ugye sejtjük, hogy kb. 5 perc lenne, mire kiderül le, hogy mit tartalmaz mondjuk 100 ml anyatej, és mit tartalmaz mondjuk 100 g-nyi tömegnövelő, vagy különböző, mint tudom én, ilyen kis adalékanyagok, vagy fehérjeporok, vagy stb., amiket egyébként a testépítőknek javasolnak ahhoz, hogy nőjenek rá. Hát ez igen, ezt megbeszéltük, hogy semmi kellemes köze egymásra. Kellemesed a hasznossal alapon. A kettőhöz, mert hogy az anyatejben semmiféle olyan nincs, ami egyébként valójában szüksége lenne az emberi szervezetnek. Viszont arra kértük a hallgatóinkat, írják meg nekünk, hogy ők vagy ti, ugye milyen olyan szépségipar által előállított ötletet próbáltatok ki, amiről aztán kiderült, hogy abszolút nem működik, lásd tényleg citromsavval a szép szemfehérjért, vagy szőke hajjat, ha szeretnél, akkor sok-sok vodkás citrommal dörzsöd be, és az milyen jó. Aztán valami működik, valami nem működik. Itt van egy hallgatónk a vonalban, halló, jó reggelt, hello. Hello, sziasztok, jó. Hello, piros. Szia. Na, veled mi történt, mit próbáltál? Na hát, az történt, egy szép napon olvastam a neten, hogy milyen hajpakolásokat lehet kipróbálni otthon, ami ilyen naturális, teljesen semmiféle ilyen gyári adalékanyagot nem tartalmaz, de most találtam egy olyat, hogy minden
minden alapanyag volt otthon, joghurt, étolaj, meg citromlé kombót, kenj a hajadra. És mit ígért, hogy ettől mi lesz? Hát, mivel szőke hajam van, szőkre festem a hajamat, ezért a citromlét gondoltam, hogy az jó lesz, mert az ugye szőkít, vagy valamit csinál vele, amit nem sárgul be állítólag. Meg hogy a joghurt az is jó, de meg hát az olaj, hát az is ugye mindenféle szőrre jó az olaj. És hát össze is kevertem, ki is rákentem a hajamra, előtte hajat mostam, mert azt írták, hogy utána nem mostam meg samponnal, mert sem értelme. Tehát felkentem, fennhagytam egy órát, és elmentem egy találkozóra, és azt vettem észre, de nem is nagyon tudtam, hogy mi ez a szag, ami folyamatosan ott van, körülöttem, és ha akartok hányás szagú fejet egész nap, akkor fussunk össze valahol. Akkor próbáljátok ki, mert nagyon jó riasztó szervezet. És randira mentél legalább, vagy mi volt a találkozó? Nem, a barátaimmal találkoztam, úgyhogy... Nem volt jó szagú a hajad. Nem, de borzalmas volt. Akár merre fordítottam a fejem, valami irdatlan. Uh-huh. Könyörtelenül őszinték voltak, vagy ellézőek a barátságotokra való tekintettel? Hát igaziból, mire kiderült volna, hogy ezt mások is érzik, addig már hozzá menekültem kimosni, mert én ezt nem bírtam már. Megértem. Azt mondja, az ember megérti. Jól van, köszi, hogy elmondtad. Ciao, puszi. Ja, hello, puszi. Hello, ciao, ciao. Szia. Hello. Azt mondja, tínézser koromban haverom mondta, hogy aftershave-vel átitatott vattát nyomok a pattanásra, az pikpak leszárítja. Vérese marta az arcomat. Dávid küldte nekem. Narancsbőre kevertem ki gyömbérport, kávézacot és csiliport testápolóval, utána celofánnal tekertem be a combom, a fenekemet és a csípőmet. A hatás elmaradt, a bőrpír viszont ott maradt egy-két napra. Azért egy ilyen gyömbéres sport kávézatszal, csillivel, az egyébként jól hangzik. És a kávézat kifejezetten kell bele. Nem? Érzed, hogy rettenetesen mar, és ez egy visszaigazolás neked. Működik. Igen, most feszíti. Igen, most jó. Most múlik el most a narancsbőr. Igen, jó, csípannál jó. Anyosomnak javasoltak a kollégái, hogy a karikás az eme kenyebe vietnámi balzsammal. A szövőnőknél órákig nem látott, náluk ez nem előny. Szöcske küldte nekünk. Azt mondja, hogy van egy fodrász, kozmetikus a párom, van neki egy hölgy vendége, aki a saját vizeletével mos arcot. Azt állítja, hogy feszesebb lesz tőle az arcbőre. A csaj nem teljesen százas, Misi küldte nekünk Nyíregyházáról. Hát egyébként ezt ilyen ajurvédikus módszereknél a vizelet megívását, meg a vizelet használatát, az azért sokkal az indiai kultúrában, gyógyítási kultúrában nem teljesen ismeretlen. Nagyon jó, és akkor kimész ki, legugolsz, ugye nőként saját kezedbe vagy hogy? Esete válogatja. Nem. Ha van egy 5 literes kannás borod, nem egyszerű, nem? Hát kannás bort azért erre nem áldozunk. De a bort, hát jó, magát a kannát, érted? Itt az emberi százlábon áll, mindig egymás mögé googolnak, és akkor körbe. Nekem azt mondták, citromsóval mossa meg a fogaimat, attól szép fehérek lesznek. Csak úgy pattogott a zománc a fogaimról. Van még egy hallgatónk, halló, jó reggelt, hello. Halló. Halló, sziasztok! Halló, Éva! Na, mit csináltam? Erika vagyok, sziasztok! Láne, Erika! Hello, Erika! Sziasztok! Hello, mit csináltál, Erika? Én nekem ezelőtt 30 éve mondták körülbelül, hogy a hamuval, hogyha megmosom a fogamat, akkor attól gyönyörű hófehér lesz. Na most akkor még családjázzal laktunk, és volt kályhánk. Hát én bemátottam a fogkefémet a hamuba, és azzal megmostam a fogamat. Nem, mondod komolyan. De, és valóban nagyon szép fehér lesz, nem tudom, hogy mi az oka, de fehér lesz, az nem is volt gond, de másnap az egész fogínyem kisebesedett, és hetekig tisztesebb volt a fogínyem, és borzalmasan nézett ki, meg fájt. Nagyon szerettél volna fehér fogakat, ha ezt elgyettetek, más hangban. Igen, azóta is becsípődésem a fog, de nagyon figyelek rá, de most már nem használom. Igen, de ha megnézel ilyen női magazinokat, tényleg tele van mindenféle elmebetegebb. Igen, szódabikarbóna hasonló dolgok van. De a hamut egyébként tényleg használták fogmosásra. Tehát, hogy igen, szerintem én is hittem, hogy azért hittem el, mint hogyha valahonnan régről olvastam volna. De valami nem működik a két hétig utána, azért az ínyit is. Igen, vagy nagyon durván. Hát igen, vagy mondták, hogy szép fehér lesz, de, és azt már nem olvastam. Azt már nem figyeltem. Azt már nem mondták el. Köszi, hogy elmondtad.
mondtad, puszi. Köszi. Hello. Hát ugye egy időben Karda Beátáról azt hirdet, hogy pintyűrülékkel kezeli az arcát azért, hogy szebb legyen, feszesebb legyen a bőre. Azért az... Én nem tudom, hogy lehet hozzájutni egy friss pintyűrülékhez, de hogyha bemész egy kis állatkereskedésbe, és csak az ürüléket kérd el a pinty alól. Örülnek. Vagy nevelsz otthon kis pintyeket. Aha, kis pintyeket. Minden reggel, na nincs kis pincet. Még nem repülhetsz el, még nem végeztél kicsi madára, amíg el nem mész, amíg a pinty nem piszkítasz. Nem időre kakil a pinty, és tehát neked meg időre kell menned. Hát hashajtottad meg neki. Azért ez meg vagy Karda Beáta minden reggel behajtott a fejét egy ilyen kis kalitkába, és várta aláhajolt a pintynek, és várta, hogy csip-csirip, hoztál nekem valamit, kicsi pintyecském. Igen, és kevés tojjalmi. Félreolvastam egy citás oldalon, hogy tojást kell adni a macskának, és szép lesz a szőre. Hetekig bekentem a macska szőrét, fura volt szegényke. Uh-huh. Rokon szólt, hogy ezt nem így. Nem külsőleg, belsőleg. Nem külsőleg kell, hanem belsőleg. Macska, jaj. Ma már szép a cizad, engem nem szeret, Gabesz. Egyszer egy teljes élesztős arcpakolást próbáltam ki, simább, pattanásmentesebb arcbőr érdekében. Nagy változást nem eredményezett, csak olyan szagom lett, mint egy romlott kenyérnek. Nem egyszer kellett arcot. Most egyébként ezt tudom. Ez volt. De ezt kipróbáltad? Nem, anyám etetett velem mindig élesztőt. Ja, élesztőt. Tele van ugye B-vitaminnal, nagyon jó, hogy egy falat élesztő minden nap, de hát... Egye meg akinek, ugye? És öblítsd egy kis csukamájolajjal. Kettővel vettem lejjebb az öreg otthont, ahova majd... Ezek szerint az utcán fog élni. És ne felejtsük el, mama, az élesztőt, úgyhogy ez az öreg otthon nem keresett. Ha van, mama, majdnem, ott az nagyon jó. Hát, lesz, jó, mama, nem maradj, nem, ez is bronzalkony lesz ebből. Anyám. Azt mondja, hogy epeméregtelenítés, 2 deci olívaolajat, igyál meg 2 grapefruit levével, hogy aztán zöld epekavicsok karcolják végig a végbeledet. Kösz, írja valaki. Egyébként ez tényleg ez van. Ez tényleg van. Ez tényleg ezt van. Olvastam. Hogy ezt megiszold, és ugye nem a végbeleden jön ki egyébként, hanem hogy pisilés közben álltak ezek a kis kövecskék, amiket ugye hát kiürít a máj, meg nem tudom, az ott úgy megjelenik. Azért, amikor egy ilyen kis dunakavicsot így meg kell szülni, azért az nem biztos, hogy megér 2 deci olívaolajat, nem? Úgy elakad valahol ott majdnem elől. Azt mondják, hogy hihetetlen fájdalom. Igen? Nekem nem volt még sajnos. A madárnak. Sajnos, nem volt a madárnak, még sajnos. A madárnak voltak ilyen problémái. Azt mondta, hogy soha nem érzett olyan fájdalmat. Egyetlen meccs alatt sem. Inkább üssetek. Azért a fülzsír nagyon jó a szájherpeszre, olyat bár olyankor nem igazán találni, de állítólag. Igen, tényleg rákendem. Tényleg, igen. Nehogy te rákendem. Annyi hátulütő van a dolognak felé, hogy az enyém a tiedre. Ja, hogy a másik. Értem, tehát a herpeszedre. Nekem egyszer aranyér kenőcsöt ajánlottak szemráncra. Fura volt, de működött, higgyétek el. Azt mondják egyébként, hogy az egy csodaszer. Az aranyérkenő? Igen. Mindenre jó. Minden fogra. Szerre. Velem elhitették, hogy a répától fütyülni fogok. Igen. Azt is benyeltem, hogy ha rágom a körmöm, akkor kiukad a vakbelem. Oké, ez rendben van, csak nem teljesen ez a téma, hogy mit hitetek ebben a gyerekről. Szegfűszeg rágás fogény erősítésére. A módszer bevált, egyébként hát barnára színezte az összes létező fogamat. Csigát gyűjtöttem az arcomra, mert azt mondták, jó a bőrnek, ragasztó szalaggal emelem meg a mellem, amikor melltartó nélkül megyek valahova. A régi trükk. Az működik? Hát, igen. Nézd meg az enyém. Micsoda, tiéd már fel van zsalúzva. Fölülről így megragasztod. Azt már ragasztó szalag nem tartja meg. Igen, és akkor mit, kicsi hegyke, csinos mellei lesznek fejében. Így van, nem nekem, de a nőknek leginkább. De ez egy ilyen optikai tuning, nem? A Kardashian lány, az konkrétan felrakott egy ilyen kis fotósorozatot az internetre, amiben bemutatta, hogy mi az ő módszere. Mindenki ugye odáig volt a dekoltázsért, hogy hú, milyen csodálatos, meg hogy azt hogy csinálja meg, és felrakta. És van egy technikája a dolognak, hogy nem kell melltartót hordanod, viszont ha megfelelő helyre ragaszgatod a kis tapasztokat, akkor ne fogdosd már magad közben. De egyébként, amikor, ha nem teszi föl, hát közül nekem van olyan mellem, mint a Kardashian. Ragasztás nélkül. És ha nem teszi föl, akkor olyan a mellem, mint egy kirabolt hátizsák. Nem, de a gravitáció nem, csak megszólította. Nem, mint egy kinyúlt aerobik zokni. Nem, akkor azt így kell mondani, hogy zokniba dobott vasgolyó. Na jól van. Megmutatjuk, mi a beugró 3-as ugrásra. Jó? Drága hallgatók, figyeljetek! A vágyok. Na, jó! Ez új! Mit na jó, de hát milyen nyúltál, hogy de új. Ezt még nem mutattuk meg egyszer se, hogy. Zsűl, mi történt? Nem rossz fájt öltöttél be. Mutatjuk még egyszer, jó? Hát
ebből egy dalt meg is hallgatom. Meg lehet, többet is. Írjátok meg, drága hallgatók, mit hallottunk. Kettő darab dalcím, kettő darab előadó, és aki bossos hűtőjátékunkra jelentkezne, ért egy picit a futballhoz, szeretne hűtőt nyerni magának, férjének, párjának, családjának, és úgy érzi, hogy ismeri a foci szabályokat, jelentkezzen SMS-ben, mert hogy jön a hűtős játékunk is, nem sokára a hírek után. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk, pontosan 13 perccel. Szép reggelt kívánom mindenkinek. Billy Idol. Ja, de jó kis dal ez. De jó kis dal ez. Hát ez soft rock, ugye? Vagy mit szoktál mondani? Disco rock. Azt hiszem ezt szoktad rá mondani. Jön. Hát ez már a leszálló ág volt. Jó, Billy Idol. Ez a cyberpunk korszaka, amikor már ugye elvesztett egy picit a fonalat. Szerintem. Szerintem jó, ez egy jó kis zene. Nem kell az attól, nem hát attól 3-4 másik nótával megalapoztunk neki, hogy ez jó legyen. Igen, de úgy működik ez a dal. Például vezetsz, és ezt úgy hallod, akkor kicsit jobb vezet. To the system. Nem, nem teljesen így énekli az egyet. Shark to the system. Nem teljesen így énekli, azért ebben van kraft, nem? Jó, ez. Nem hörög benne valaki, meg nem darálnak le négy csirkét, azért ezt még lehet szeretni, nem? Jó, hát ő ilyen gumipunk volt. Na, tessék, ezt vártam. Disco rocker gumipunk. Jó, és volt ez. 31-es főúton, a Pesti úton, keresztúr van Maglód felől, a Lehajt után van egy trafi, óvatosan menjen mindenki. M3-a 150-es kilométerénél Nyíregyháza felé, kamion elhagyta mind a két kerekét. Hát igen. Az egyik a belső, a másik a külső sávban, úgyhogy vigyázzon mindenki. Suhanc, köszi, hogy elküldted. Pécs határában, Szentlőrinc felé útfelújtás miatt több kilométeres a sor, aki tehát kerülj el. Peti üzente, valamint az M35-ös autópálya 18-as kilométerénél van a trafi Debrecen felé. Köszönjük szépen. Ha még jelentkeznétek játékra, nem késnétek el, még van egy pici időtök a bossos játékra jelentkezni. Hölgyek jelentkezhetnek, ugye, és 11 másodpercük lesz arra, hogy egy általunk feltett kérdésre válaszoljanak. Foci szabályokat kell lehetőleg úgy elmagyarázni, hogy egyrészt értsük, hogy ez jó legyen. Eddig egyébként kiváló játékosaink voltak. Hétfőn Barbie egy picit megbicsaklott, és ezért kap majd egy lehetőséget arra, hogy pénteken játszon, de a többi női hallgatónk elvitte a hűtőt. És hát ez a mi játékunk. Ügyesek a csajok. A három hozzáértő foci guru hallgatja a nőket. Nem tudjuk a választ. Mély víz, abszolút mély vízbe dobtuk magunkat ezzel a játékkal, ezért igyekszünk olyat kérdezni, amit esetleg mi is meg tudunk fogalmazni, vagy el tudunk mondani, már ami a szabályokat illeti. Na, hívhatjuk a sajtóst, oké? Okay? Látok egy kis rohangálást. Na, ugye, mert hogy hát mindenki magyar futball lázban ég, és ugye a válogatott tagjait most baromi nehéz elérni, nem is kaptunk az MLS-től engedélyt, hogy megszólaltassuk, viszont arra gondoltunk, hogy felhívjuk a csapat sajtófőnökét, még mielőtt játszanánk Szabó Gergőt, hogy egy kicsit mesélje nekünk arról, hogy hogyan vannak a fiúk, ünnepeltek-e, milyen a hangulat, ő az, ugye, aki közvetlen közelében van a magyar srácoknak, együtt mozog a csapattal, és hát próbál mindent ő most ügyesen hárítani, hogy a fiúknak nyugi legyen, és senki ne zaklassa őket. Úgyhogy. Hogy egy 5 perces telefoninterjú. Hát, én most azért ezt kicsit megértem. Én csak érted, tökre szerintem kérdezek. Ez most így profi, hogy nem. Igen? Szóval, hogy hát mit? Igen. Hogy ez most csak a foci, és csak az, és a külvilágból is kevés, és nincs hazatelefonálás. Szóval ez most így profi, hogy jó, ezt így csinálják. Jó, én csak ezt mondom, így kérdem. Jó lenne. Szombaton lesz a meccs, most 3 percet, nem tudom, valaki azt mondja. Igen, csak tudod, ha egy valaki beszél, akkor a másik mondja, hogy miért nem beszél. Tehát itt most együtt kell csapatban mozogni, szerintem ezt most profin csinálják, hogy most van a sajtófőnök, ő nyilatkozik, de a fiúk azok edzenek, kellnek, mennek, és most nincs más nekik, csak a futball. Ez tök jó. Ez jó egyébként. Korábban meg a csúnyán elbukott meccsek után nem nyilatkoztak azért, mert hogy... Igen, de most szerintem jó. Most nagyon sok válogatottnál például a barátnőket sem engedik, aztán vannak szövetségi kapitányok, hát persze, akik aztán néha oda hívják a csajokat, hogy na most jöhetnek a feleségek például, és a barátnők, most barátnő és feleség szünet van. Elmentek. Hát hallani azért ilyet nemzetközi játékosoknál, igen, hogy nagy bulik vannak, de világversenyeken azért még ezt is szankcionálják, hogy ugye most ott lehetnek a párok feleségek, vagy a fiúknak csak a fotik. Miért újság az nálad? Na, mindjárt mindent megkérdezünk Gergőtől. Itt van velünk Szabó Gergő. Hello Gergő, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok. Hello Gergő, a válogatott csapat sajtófőnöke van itt személyesen. Helyileg most éppen merre vagy, Gergő?
Turedről vagyunk, ez Nizzától van, hát nem akarok azt mondani, talán egy ilyen 35 kilométerre. Hazudhatsz, nem tudjuk, hogy nyugodtan. Befele a hegyek felé, úgyhogy itt van a csapatnak a főhadiszállása, és mindig innen megyünk el az adott meccsekre, a meccsek előtti napokon. Hát milyen volt a győzelem a helyszínen? Így van, illetve az utána a lévő pillanatok, a buli, hogy volt egyáltalán tényleg, mi történt hát a meccs után? A győzelem, illetve a meccs után, amikor először így ugye találkozott mindenkivel, az leírhatatlan. Tehát az valami olyan dolog volt, meg egy olyan érzés, amit tényleg nem nagyon lehet szavakba önteni. Buli nem volt, nagyon sokan kérdezik egyébként, tehát van még két meccs előttünk minimum, ami nagyon nehéz. Ráadásul ugye az eredmények is, a másik eredmény is úgy alakult a mi csoportunkban, hogy ez már egy kicsikét ugye keveri a lapokat. Úgyhogy nem volt ünneplés, persze mindenki egy kicsikét fürdött ebben az érzésben, meg ebben a sikerben, de hát majd amire mindenki gondol, hogy ünneplés meg buli volt, az majd otthon lesz a VB-ről. Nem mondnak semmi, egy pohár pezsgő, vagy valamit nem ittatok egy picit? Nem. Semmi? Nem. A repülőn visszafelé semmi? Tehát néma csend és repültetek? Nem, vissza, azt nem mondom, hogy néma csend, mert mindenki jókedvű volt, ment a poénkodás, picit szólt a zene a repülőn, tehát ilyen jókedvű, jó hangulatú dolog volt, de ez a klasszikus buli vagy ünneplés. Ilyenkor effektíve, csak hogy belelássunk kicsit tényleg a srácok életébe, mert nem tudjuk, hogy milyen szabályok kötik őket, azt is meghatározhatja a szövetség vagy a csapatkapitány, hogy gyerekek, egy korty pezsgő sincs, effektíve semmiféle alkohol, egy korty se semmi, tehát a szabályokra gondolok, hogy mi köti őket. Ez egész pontosan így van, tehát alkoholt ugye nem fogyasztatnak a játékosok, de nem is nagyon akarnak. Az, hogy alkalmanként egyszer-egyszer egy-egy pohár vörösbort, ami tudjuk, hogy abszolút egészséges, elfogyaszthassanak mondjuk vacsora után, ez ilyenre volt már példa, de ez is relatíve elég ritka, tehát alkoholfogyasztás az abszolút tilos. Uh-huh. Mert nem volt, hogy egy zsuzsit rajta kaptátok, ahogy abszolút a süveggel a kis szekrényébe ott. Épp tölti át a PET palacba, hogy kóhás üvegbe. Halló, ki van benne? Én Jack és Daniels. Figyelj, a Szaléről olvastuk, szegény, hát ugye az utóbbi években azért nagyon kapott, mert hogy nem tudott túlságosan sok gólt lőni, aztán hál' Isten itt most ez a dolog megtört, hogy sírt, amikor leült a pályáról, hát ez olyan helyes. Amikor leült a kis padra, amikor lecserélték, igen? Hát igen, pont ezt beszéltük, hogy benne azért olyan feszültség, meg olyan teher az, ami most lejött róla, hogy ez másképp nem is nagyon lehetett. Plusz ugye azt azért ne felejtjük el, hogy Európa-bajnokságon gólt, lőtt gólt, ugye 72 óta az első magyar gólt, tehát neki ez most mind úgy összejött, hogy az valami olyan érzelmi töltet lehetett az ő számára. Egyrészt önmagában maga a gól is, illetve az is, hogy egy ilyen helyzetben, amikor tényleg szétszették, nagyon sokat bántották, stb. Hogy pont a legfontosabb pillanatban sikerül ezt a rossz sorozatot megszakítania, vagy ez azt mondom, hogy erre másképp nem is nagyon reagálhatott. Persze, hát ez abszolút érthető reakció. Többiek mondták neki, hogy a csúcson kell a bajni? volt egy-két érdekes poén ezzel kapcsolatban, de nem semmi komoly egyébként, azt mindenki azért borzasztóan örült ennek. Meg hát persze a Stivi góljának is, tehát azért nagyon gyönyörű volt. Hát aztán abszolút klasszis, de hát ahogy ketten átmentek az öt osztrákon, az is csodálatos volt. Mi helyzet a feleségekkel, barátnőkkel? Mehetnek, hát, nem mehetnek, csajtilag. Nyilván nem erre gondolok, Gergő, értette, hogy sem, de azért, vagy a sajtófőnök. Mondj már valami konkrétumot, basszus, hát gyakorlatilag arról van szó, hogy ugye nagyon sok mindenkinek most például már ezen a mérkőzésen volt itt barátnője, édesanyja, testvére, stb. Kijöttek megnézni ezt a meccset, de az Izland elleni mérkőzés után lesz egy olyan nap vagy fél nap, ami gyakorlatilag arról fog szólni, hogy a családtagok, vagy a teljes család, vagy barátnő, vagy feleség, ki éppen hogy látta, vagy látja jónak, kijöhetnek, és egy bőfél napot eltölthetnek a fiúkkal, illetve mindenki ugye a
számára érdekes fiúval. Úgyhogy a több fiú az ebben az esetben nagyon bevállaló. És akár a barátjával, férjével is. Kell ezekkel a megfogalmazásokkal, azokkal lecsapják. Nem, most mi nem akarunk edeni. Abszolút nem, értjük. Jó, tehát akkor tulajdonképpen most meccsek között egyébként nem, tehát azt mondta a szövetségi kapitány, hogy oké, gyerekek, kijöhetnek, megnézhetik, de ebben a 8 napban, amíg nem érünk el majd az Izland utáni meccshez, addig csajstopp van, se feleség, se barátnő, senki nem teheti be a lábát. Álmodni is álmodtatok róla. Igen, tehát most azért találunk a gatyáján. Érdekes egyébként, hogy ezt felhozzátok, mert mégsem nagyon érezni a fiúkon ezt, hogy bárkinek ezzel problémája lenne. Tehát ezt annyira várta mindenki, ezt az erdély szereplést. Mindenkinek az élete annyira nagy dolog, meg a pályafutásában, és tényleg most, hogy az első meccsen túl vagyunk, és már ezt átélték, tehát már tapasztalatuk is van ezzel kapcsolatban. Mindenki úgy van vele, hogy az elsődleges ez, az elsődleges az, hogy a lehető legjobban felkészüljön a csapat, és ezt a Zuzka 2 vagy 3 hetet ki lehet úgy bírni, hogy igenis nem nagyon találkoznak, vagy csak egyszer találkoznak a családtagokkal, hiszen egyébként edzőtáborban is, amikor mennek a játékosok, akkor szinte ugyanez a helyzet, sőt, hát ott van, amikor ugyanígy 2-3 hétre mennek, tehát azért ez nem egy teljesen nem egy szokatlan helyzet a számukra. Hogy telik most egy nap? Fölkelnek reggel, az a kis reggeli, napi 2 edzenek, 3 edzenek, taktikai megbeszélés, pihenés, szabadidő van-e, amit mindenki azzal tölt, amivel akar? Hogy kell ezt elképzelni? Hát így van, reggelivel kezdődik a nap, utána általában edzés van, aztán az edzőpályáról visszamegyünk a szállodába, ott ugye mindenki letusol, átöltözik, stb. Jön egy ebéd, utána van egy csendes pihenő, amit végül is egyfajta szabad programnak vehetünk, hiszen akkor azért tudnak mondjuk a hazaiakkal kommunikálni az internet segítségével. Utána délután van egy uzsonna, ilyen, ha jól figyeltem, akkor nagyjából ilyen 4 óra környékén. Uzsonna, ez nagyon cuki. Uzsonna, ez nagyon szeret. Uzsonna a kedvenc szava. Meg nagyon bírom, uzsonna. Nagyon jó, uzsi. Mert a 10 órait mondtad? Nem, az nincs. Ez nincs. Az uzsonna nagyon helyen. Az nincs, de a reggeli az azért nem hajnalban van. Úgyhogy 10 óra az nem kell. Nem, egyébként ez nekhez azért van, hogy az edzés előtt azért még valamit tegyenek. És akkor utána van a délutáni edzés. Előtte, ha van, akkor ott szoktuk a délutáni edzés előtt sajtótájékoztatót tartani. Ilyen egyébként lesz ma is, mert van a csapatnak egy ilyen sajtóközpontja, amit minden válogatottnak egyébként itt Franciaországban ki kellett alakítania. Na és ezután jön a délutáni edzés, utána visszamennek vacsora, meccsnézés általában, ami lehet egy kicsikét szabad program is, tehát ott is tudnak ugyanúgy mondjuk a hazaiakkal kommunikálni, vagy olvasni. Van ilyen, hogy takarodó? Mit tudom, 10-kor tisztulni, hogy a szövetségkapitány azt mondja, hogy minden esetben. A mester végig megy? Bekopogtat mindenhova esténként? Nem kell végigmenni egyébként. Nem. Mindenki szépen. Mindenki szépen elmegy, mindenki pont. Tehát látják, érzik a fiúk azt, hogy az, amit kérnek tőlük, az működik. És innentől kezdve nem is kell ellenőrizni, hiszen ők maguk is abban érdekeltek, hogy minden jobban szerepeljünk. Hát nyilván tudják, persze, hogyha... hogyne, hát meg profix, persze, hát mindenki tudja, hogy miért van ott. Érezti valamit abból, amit ugye mondtak a franciák, hogy figyelnek a terrorkészültségre, rengeteg kattoda lesz, fegyveresek lesznek, hogy kilépsz az edzőtábor ajtaján, és 2 gépfegyveres francia rendőr áll az edzőtábor előtt. Láttok ebből valamit, vagy az, hogy extra biztonsági körülmények között jöttök, mentek? Persze, ezt azért mi is érzékeljük. Tehát a hotel-től elkezdve az edzőpályán át mindenhol vannak fegyveres őrök. Gyakorlatilag játékos úgy nem közlekedhet a hotel területén kívül, hogy nincsen vele biztonsági ember, fegyveres. Tehát ma például, akik le fognak jönni a sajtótájékoztatóra hamarabb, mint a csapat többi része, velük is az autóban kell, hogy üljön egy fegyveres őr, aki vigyázz rájuk. Ez tehát kemény. Amikor nem jöhetnek el. És hát tényleg, ha én is kimegyek valamiért a szállodába, és jövök vissza kocsival, hiába ismernek, hiába van a nyakamban a passz, amivel
ami feljogosít a belépésre, ugyanúgy nekem is minden alkalommal ki kell nyitnom a csomagtartót, benéznek az utastérbe. Egyébként ez sokkal rosszabbul hangzik, mint amilyen. De meg kell is szerintem, ez pont megnyugtatja az ember, sokkal rosszabb lenne, ha nem lennének, vagy azt látnátok, hogy felületesek, felszínesek, bárki bejöhet, tehát hogy ilyenkor az ember szívesebb végigcsinálja, gondolom, ezt a procedúrát, mert tudja, hogy azért van, hogy őt megvédjék, ha kell bármitől, nem? Igen, és ez az egyik fele, a másik fele meg az, hogy azért nagyon barátságos, kedves emberekről beszélünk, hiába fegyveres őrök, akik nagyon marconának tűnik ez elsőre, hogy úristen, most akkor a két játékos mellé beül még egy fegyveres őr. Nem, ezek nagyon kedves, közvetlen emberek, de vérprofik egyébként, de igazából nem érzékel belőle az ember semmit, hogy ez most óriási nagy biztonsági intézkedés, hanem egyszerűen azt látod, hogy van egy plusz ember, aki beül mondjuk még melléd az autóba, aki egyébként ismersz most már hosszú napok óta, kedves, mosolygós, előzékeny, megkérdezitek egymást, amikor először találkoztok reggel, hogy hogy vagy, minden rendben van-e, és gyakorlatilag ennyi. Tehát egy természetes dologgá vált hozzátok. Hozzászokik az ember. Jól van, Gergő, na hát add át nekik, hogy üdvözöljük őket, jó, nagyon drukkolunk. Nyilván a híre hozzájuk is bejutott, hogy mi volt itt, mi pont benn voltunk a városban, nagyon sokat beszéltünk, elképesztő. De mi test közelből láttuk azt az őrületet, ami fogadta a győzelmüket, el se tudják képzelni, egyébként, hogy mi volt itt. Gondolom láttak videókat, de mondd meg a Zsuzsiéknak, hogy itt egyszer meg mindenkinek, hogy hihetetlen volt. Pont az oktogonon voltunk, leállt a forgalom, szóval valami elképesztő népünnepé volt, ráfér erre az országra szerintem, hogy kicsit összekovácsoljon bennünket. Úgyhogy hasonló jókat nagyon szombaton. Nagyon drukkolunk nekik. Jó? Rajta leszünk, köszönjük nagyon szépen az érdeklődéseteket. Köszönjük, Gergő. Csókoltatjuk a csapatot, mindenkit. Szabó Gergőnek, köszönjük szépen. Hello, hello, a magyar válogatott Sajtó főnökével beszélgettünk. Bőne fiam, nem Matyis, 11 óra 5 igen, megbeszéltük, hogy 11:03-kor befejezett. 1 óra 2-ig, oké? 11 óra 5? Már 10-kor szóltam. Na jó van. Játsszuk egy jó kis hármasugrás, már itt is van a hallgatónk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, sziasztok, szia Jani, szia Balázs. Szia Feli. Hello, Sanyi. Hello, honnan hívtál minket, Sanyi? Most jelenleg cégén Dányázol, de amúgy Tunyogmatócsról. Azt tudod, hol van? Hogyne? Nem tudod. Hogyne? Vicces. Hogy ne tudnád? Hát, hogyne, hát. Hogyne? Gyors az interneten, beütötted és megvan. Nem aggódom rajta, hogy nem tudom. Tökre vállalom, hogy fogalmam nincs. Nem, én nem ütöm be az internet. Nem esem pánikba, ha valamit nem tudok. Imád vállalom, hogy fogalmam nincs. Akkor már egy ide. Na segíts egy kicsit, merre van? Szabolcs, Szatmár, Berek-Begye. Ukrán-Román határtól 30 kilométerre. És a Kóta Kocsma hazája. Ez segít-e Janinak valamit? A Kurta Kocsma Janinak, hát persze, neki aztán nagyon olyan, sokat. Persze. Akkor inkább Ferinek. Igen. És tartom, hogy valamás a 2 évvel ezelőtt Balaton lennén Ferinek ígértem Szatmári szivapálinkát, és még nem jutottam el személyesen. Azóta várom. Mondom, hogy Janinak minden nap. Te Jani. Te Jani, ez a Sanyi. Már meg az a pálinka Sanyitól. Ez a Sanyi, ez úgy átvágott minket, mindig mondja a Feri. Te. Hát de az lenne a legjobb, ha lejönne, és megkóstolná. Igen. Tök jó. És hozna. Sanyi, szerétejtjük a dolgot. Tunyogmatolcs. Már falut is vesz az MNB? Nagyon jó falu. Mindenhol. Megvan? Már mindig nem tudom. Igen, Tunyogmatolcsi vagy. Tudod, hogy Tunyogmatolcsi. De születésleg fehérgyarmati. Aha. Az MNB-nek mindenhol van rokonai. Nagy az MNB rokonság. Mindenhol van egy elveszett unokatestő. Ezt te is tudod. De nem minden unokatestvér emlékszik rá, hogy kapcsolatban van. Na, milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy ez most egy picit nehezebb szerintem. Nehezebb. Köszönöm. Ne haragudj. Akkor már csak almapálinka lesz. Ja, igen. Ne velem cseszekedjél az én szilva pálinkámmal. Ezt tetszik. Én magadra haragítalak, én a Ferivel ki. Tök jó. Ez mindig szeretem, na, akkor egymást szivatják. Jó. Csak ha nem sikerül, akkor nekem az alsó úton kell hazamenni, hogy ne lássanak. Nincs is segítséged? Egyedül játszol? Komolyan? Nem, hát van itt a félek. Öregek otthon, a fiúk itt vannak, az embereim, de na hát... Az öregek otthona. Sanyi, egy Andi nevű földid már szurkol neked nagyon. Én is Tunyogmatolcsi vagyok. Andi, hajrá, Sanyi.
Hát figyelj, ha most ha minden Andit tudjuk matolcsó, akkor na inkább nem mondom, mert a feleségem is hallgatja, és szeretnék hazamenni. Mondom, hogy az egész ország matolcsi. Tehát ez a matolcsi Andi. Hívjétek el, hogy a mindenkinek a családfáját tetején egy matolcsi van. Figyelj, ez a hét eddig, hogy bevalljam még egy fél percre. Vasárnap ezt a születésnapom eddig bejött. Megfogtam az osztrák meccset Tipmixen. Ti felhívtatok, akkor még csak a lottóötös kellene, és akkor teljes a hét. De 2 óra tetted meg, vagy csak arra, hogy nyerj? Nem, fél időt X-re, a vége magyar győzelem. Ne, hát annak komoly otca volt. Jó, akkor mennyit kaszáltál? Nem mondom meg. Miért? Mennyit tettél fel a kaszt mondani? Nem mondom meg, fel van a Facebookon. Ne legyél már, most nem tud elmondani, hogy 50 000-et, 100 000-et, 20 000-et. És mi a fél? 10 000-re játszottad meg, azt megmondom neked, akkor 3-400 000 forintot nyertél körülbelül. Nem, meg 9-es otca volt, úgyhogy 9-szám. 9-es otca volt, hogy anya elkéri, mi? Nem. 9-es otca volt? Igen. Nem. Hát eltaláltad a fél időt, eltaláltad, hogy a magyarok győznek. És meg akartam tenni, hogy Szalai gólt lő, 10-valány a szózó, és a gép letiltott, nem engedte, 3-6-kor. Aha. Ja, hát aki későn ébred. Aha. Én meg tudom. Mit mondasz? Utóbbi 2 évben ez az első Tipmixem. Mit mondasz Izlandra? Fú, hallott, szerintem az X. Szerintem igen? Az X. És nagyon remélem, hogy a Böde Dani a mi fiunk játszani fog, mert ott verekedni kell neki. Az biztos, hogy menni kell. Majd, ha jön a Ronaldo, a hisztis a Ronaldo, majd, ha találkozik a Bödejével, akkor mennyire 9 borulva. Oké, hát mehetünk? Igen. Hát menjünk, hát vágjunk neki. Vágjunk neki, Sanyi. Legalább már jól beszélgettünk, ha nem nyerek semmit, ha már nehéz a kérdés. Vagy addig Jani írt könnyebbet? Nem. Kettőt áthúzott és nehezített. Nagyon jó. Értem, hogy héten eleget gondolja. Figyelj, tele vagy lóvéval, viccelsz. De gondol, vasárnap születésnapom lesz, úgyhogy na. Micsoda, lerakjuk a telefont, hárman állnak mellett, egy Sanyikám van, egy ötösöd, csak egy fizetésig van, egy ötösöd, Sanyikám. Nem hárman állnak mellett, nem hárman állnak, hanem jósz 9-en. Azért mondom, Sanyikám, csak anyám már 2 doboz színfire gyorsan. Hallod, Sanyi, te ki vagy tömve rendesen. Ha most kitömtek most, aztán mindenki tőle fog kérni. Na figyelj! Diszkréten kezelitek, hogy nem tudja senki. Nem mondjuk el senki. Ha most nem jöttem elő azzal, hogy megraktad Tipmixen azt, hogy 2 óra nyernek a magyarok. Hát te fogadták ki, hogy mire tettem. Hát mert tudom, hogy jó volt. Volna meg könnyű volt számolni. Igen, most olvastam pont, hogy brutál pénzeket fizettek ki a magyar nyerésre fogadóknak. 430 millió után. Iszonyat. Igen. Nem kell őket félteni. Jó, hogy jut is maradt. Ez volt az első kérdés, igaz? Mennyit fizettek ki? Így van, mennyi pénzt nyert és annyi? Így szól az első kérdés. Na figyelj, hányágú az országos mentőszolgálat logójában látható Konstantin kereszt? Ez szép kérdés elsőre. Ott hogy ne mi van? Nem volt szex tegnap megint? Mi van? Berágták? 4. Mit mondtál, Sanyi? 4. Igen? Mit, hogy mondtad ezt? Biztos, hogy... Hogy mondtad? Nem kérdezted, rossz nem mondtad. Lenne a haló? 4. Ez csak... Kérdezted, nem mondtad. Csak kérdezted? Ugye? Jól hallom, hogy kérdezted? 6, de... Sanyi! Hát de jó vagy, Sanyi, a kutyafádat, Sanyi, de jó vagy. Ez egy nyelvbotlás volt. Aki súgat, jöjjön előre. Ki az okos ott melletted, Sanyi? Hát, nem mondom meg. Mi? Arra is így vagy? Tudás így vagy? Hát te mondod itt a 4-et, ő mentett meg. Hát legalább mondd be a nevét. Az egyik is barátom telefonkapcsolatban van a másik barátommal, aki telefonkapcsolatban a harmadik barátommal. És akkor Jézusom. Semmi extra, azért mondom, ha elbukom, akkor itt el kell bújdokolnom. De akkor nem mondj semmit, hanem várd meg, hogy ők mondjanak valamit, mert hárman okosabbak, mint te egyedül valószínű, és te bemondtad a 4-et, aztán ők meg mondták a jót. Én csak azt mondtam, hogy 4 liter szilvát viszek a számára. Jó arc vagy, úristen. Menjünk tovább? Menjünk, hát persze. Hát, na figyelj. Bukjunk el rendesen. Ne viccelj, mi macskanyávok melletted vagy ajtót nyitogatnak? Ne, óvoda is van az öregek otthona mellett, és most engedték ki a gyerekeket. Ah, ja, na. Akik csúznival, lövöldözik az időseket, tudod? Gyönyörű, kicsi korkép. Na figyelj. Melyik világhírű színész filmjei a Közönséges bűnözők, a Szigorúan bizalmas és az Amerikai szépség, mind 3 film egyébként zseniális. Nagyon jó filmekről van szó. Na meg. Már nem mondj semmit, ezt meg sem hallottuk. Mondd meg a tesónak, hogy telefonáljon a másik tesónak, és akkor így jussatok el valamit. Az Amerikai szépség, mondjad még egyszer, mert... Közönséges bűnözők, gyönyörű film, nagyon jó, Kaiser Soze, hát a legnagyobb, ugye? A legnagyobbak közé tartozik, Amerikai szépség, hát az meg aztán. Nagy a csön, ott hagytak? Nem hagytak itt, hanem... Amerikai szépség, Közönséges bűnözők, és még a harmadik nem. Szigorúan bizalmas. A segíteni fasiszt. Szigorúan bizalmas. Meddig játsszuk ezt? Mondjál valamit. Figyelj,
Még 5 másodperc. Aha. Hát, figyelj. 4. Senki nem mond semmit? 3. 2. Ne. 1. Nem. Fasz. A 5 másodperc Sanyi. Az eddig tartott. Sanyi, pedig annyi időt adtunk. Esküszöm. Hát most. Ködöm fel magam. Hát de most szúrd le a többieket, mint néma csőbe, ott hagytak egyedül a bajba. Meg főleg a gyerekeket, ők nem tudnak védekezni. De mindenki elment cseresznyét szedni. Aha, persze, a szomszéd fájáról. Úgy sokkal finomabb. Már érik a cseresznye! Nem, hát Kevin Spacey az Kevin Spacey. És nagyon jó film, jó a különbség, és bűnözök, az egy régebbi film, nagyon jó, szigorúan bizalmas, hát az atya úristen, az amerikai szépség szintén nagyon jó film. Nem láttam egyiket sem, nem tudom. Ezt sajnos buktam. Igen. Sanyikám, hát akkor elköszönünk. Most mit tudunk csinálni? Ez így jártam. Igen. Megőrizzük a emlékedet a szívünkben. Megvárjuk a pálinkát. Úgyis megyek oda az Üllői útra, és akkor biztos, hogy jelentkezni fogok, és beadom. A rácsos épületet keresd, ami omladozik, és rácsok vannak az ablakán. Azok vagyunk mi, mint országos kereskedelmi rádió. Tudom, sokat 3 évig laktam ott a pénzverde mellett. Úgy gyere be, hogy közben nézel fölfelé, nehogy rácsakadjon a gipscsukor. Jó? Tehát óvatosan. A lépcsőnél már óvatosan. Mindig óvatosan. Nehogy baja legyen a pálinkának. Arra ügyelek, az nálunk nemzeti kincs. Láttad a De szép macska vagy Sanyi videót? Azt láttad? De örülök, hogy felhoztad. Igen, láttam. Láttad? Nagyon jó. Igen. Szép macska vagy Sanyi. Jól van. Okay. Köszönöm. Te is szép vagy, Balázs. Szia, Sanyi. Mi ebből kiszállnak, dumáljátok meg. Csokoltatunk. Szevasztok, Sanyi. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Te szép macska vagy, Sanyi. De jó volt az a videó. Itt van, megvan? Valahol ki meg. Van sipolva? De szép macska vagy, Sanyi. Hát a gyerek. Körülbelül, igen. Jó, hát ki volt, nem mondtuk. Nagyjából így mondjátok is a ronda szavakat, csak szólok egyébként. Hát, nagyjából ugyanezzel a ráalkulással szoktunk mi is egyébként. Körülbelül, szóval azért értető. Hűtös játékunk, ami a helyzet? Lejátsszuk? Hagyjunk holnapra 3-at. Holnap a szabadság utolsó. Vagy nem? Ez a 2 is jó szerintem. Játsszuk le. Anna, rád bízom. Legyen valami rokonod. Sör is kell, a hűtő is kell. Más is tolja a rokonait, hát most miért van egyedik rokonod? Mert hogy hétfő kétszer van a lány. Most már nyert az egész család hűtőt, most már még 2-t csak találsz. Na, drága hallgatók, hívunk akkor valakit. Jó, nagyon óriási siker a játék. Ugye ez egyfajta fájdalomdíj hölgy hallgatóinknak, hogy amik az urak zsibbadnak a tévé előtt, söröznek, feltett lábbal mulatják az időt. Hát ha van egy-két női hallgató, aki nem annyira szereti az RB-t, viszont szeretne egy hűtőt nyerni. Eddig Hello. Halló, jó reggel. Szia. Szia. Morning show, szia, hogy hívnak? Kraus Nitakács, Julia. Julis. Megleptünk? Igen, nagyon megleptetek. Írtál nekünk SMS-t, hogy játszanál. Így van. Na mit szólsz? És nagyon örülök neki, megmondom őszintén, nem számítottam rá, hogy ekkora szerencsém lesz, hogy bejutok, de most már nincs más hátra, mint előre. Ez a beszéd. Dehogy ne fogjuk ki a vitorlától a szelet. Honnan hívtál minket? Én Szombathely mellől hívtak titeket. Ó, de jól éreztük ott magunkat a turnén. De jó is ugye? Volt. Nagyon jó volt. Nagyon jó volt. Ott kint voltál? Igen, nem sok ideig, de ezekin voltam. Szerettük, sokat nevettünk, jó hangulatú kis kitelepülés volt. Hogy megy a futball? Hát nézem. Érzem is, ahogy a férjem szoktam mondani, de azért nem vagyok belőle egy bíró, nem vagyok egy játékvezető, de megpróbáljuk, meglátjuk. Megpróbáljuk. Jó. Oké, nehéz legyen, vagy könnyű legyen? Könnyű. Akkor könnyű? Nehezebb. Ja. Még a nagy közhelyeket nem lőttük el, mint Les, meg ilyenek, tudod, ahogy itt még hát azért... Hát mondjuk a Les-t azt el tudom mondani talán, de azért tegnap a labdán azért kicsit így meglepődtem, hogy hát én is annyit tudtam volna mondani, hogy bőrből van, azt akkor rájöttem, hogy nem, talán még egy kicsit tudtam volna azért róla beszélni. Na jó van, figyelj, indítjuk az órát, 11 másodperc, jó? Oké. Okay. Gyorsan kell mondani, hogy pontosan nem nehéz. Nagyon-nagyon kedvesek vagyunk egyébként, tényleg mindenki. Köszönöm. Mehet? Oké. Kirúgás.
A kirúgás az, amikor a kapusnál van a labda, és hát a saját csapatához jutatja, és ő rúgja ki a labdát, tehát ő indítja meg gyakorlatilag ezt a támadást a saját részéről. Ajajajajajaj, a legfontosabb maradt el. Aj, de nagy a baj. Igen. Mert én megvettem. Ajajajajajaj, hát ugye nem mindegy, hogy kirúgás vagy szöglet. Mitől függ a kirúgás? Azt kell elmondani, hogy mitől kirúgás a kirúgás. Hát a szöglet az akkor van, A kirúgás mikor van? Hát a kirúgás akkor van, amikor ugye a támadó csapatról megy ki a labda, és nem a védekezőről. Itt a jó válasz! De merre megy ki a labda a támadó csapatról? És merre megy ki a labda? Így van. Na, hát igen. Ezt elfelejtettem mondani, igen. Csak annyira abban volt, hogy kirúgás. Igen. Jó, akkor ez a kapus féle indítás. Ugye a kapu vonalon, akár a földön, akár igen. A levegőben áthalad a kapu vonalon, és a labda utoljára a támadó játékost érintette tulajdonképpen, és teljes terjedelmével ugye kint van a labda. Ez egészen pontosan a kirúgás. Hát igen, illetve a 16-ost el kell hagynia. Igen. Hát igen, amikor a gólvonalon, amikor igen, a kapuvonalon igen. Átmegy arra, az már akkor bőven elhagyta a 16-ost, persze. Itt most ebben nincs benne annyira 16-os. Hogy keverted ezt most bele? Mi ez a kapuvonal? Hagyjuk ezeket a dolgokat, a nem lényeges. A kapuvonal, ami a kapuvonal van, majd az utolsó vonal tulajdonképpen. Ez majd a holnapi feladvány lesz, hogy mi ez a kapuvonal. Hát az a kapuvonal, amikor azon átmegy a labda, áll a kapus, ott van egy vonal, ami jelzi a labdát, hogy benn van, de a kapu mellett ugyanúgy megy tovább a vonal, ami a pályának a szélét jelzi. Igen. De ez kimehet a 16-os mellett is kimehet, tehát az nem kell 16-os, 16-os mellett is kilőhet. Életem, ők elvitatkozgatnak itt, jó? Nem én dobtam, mert csak mondom, hogy ott nincs közel 16-os. Te örüljél! Tehát, hogy ti jó, nekem megvan a hűtőm, köszönöm! Igen, nagyon örülök neki. A legfontosabbat nem mondtad, de jól mondtad egyébként. Volt egy kis terelés benne, hogy a kapus indítja a játékost, jó, de összehoztuk, jó? Megadjuk a hűtőt. Nagyon köszönöm. Nagyon örülök neki. Oké, okay. Küldjük neked, köszi. Köszönöm, sziasztok. Ciao, ciao. Hello, gratulálunk. Szia. Nagyon rendesek vagyunk. Hűtő és sör. Nagyon rendesek vagyunk. Na miért? Körülbelül megvolt, nem? Igen. Nagyjából. Körülbelül. A körülbelül hát, jó szó. Gyerekek, de ne csináljuk már ezt, hát ezt mondtuk el, hogy körülbelül jó lesz az nekünk, amit én megértek, aki azt se tudja, hogy a 11-es tányméterről rúgják. Akkor én már megadom. Megadtuk. És tényleg nem kérdezünk még szemét dolgokat. Tehát itt a lesben nem megyünk bele, mert az jó, azért nagyon, labda az tegnap. Nagyon, jó, a labda tegnap, az elég aljas volt, igen. Jól van, 3-10 lesz pontosan egy perc múlva, egy pici szünet, és jövünk a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3-10 múlt 4 perccel. Na most megbeszéltük Jánosra, hogy mit értettünk félre. Ő is jól mondta, meg én is. Igen, csak más témáról beszélte, az, hogy miért adják meg. Az én kérdésem arra vonatkozott, ugye, hogy mire vonattad, hogy mikor ítélnek kirúgást. Ugye ő meg már a kirúgás elvégzését mondta, hogy át kell menni a 16-oson, tehát tökéletesen igaza volt. Így van, de hagyjuk az ilyen alpári dolgokat, hogy az neked alap, nem kell ez az alapvonal. Miért ne lehetne az, hogy kapuvonal? Miért ne tegyük érthetővé a focit? Most mi most laikusként érted? Fogalmazunk, abszolút. Igen, kapuvonal. Lehet, hogy alapvonal, kapuvonal. Így van, így van. Ah, nincs olyan 11-es kispöcs. Elvégzi a kispöcsről. Nem kell ez a hülyeség, hogy 11. Mi az, hogy 11-es? Érted? Ott. Igen. Na, ugye visszatérve János abszolút jól mondta, ugye csak félreértettük egymást, mert én azt kérdeztem, hogy mikor ítélnek a János, meg már azt mondta, hogy mi a szabályos kirúgás, hogy ugye el kell hagyni a 16-os, az is benne van. Ugye én arra gondoltam a kérdéssel, hogy mikor ítélnek kirúgást, ugye amit egyébként aztán a hallgatónk jól mondott, hogy a támadóért utoljára a labdához, ami elhagyja a játékteret az alapvonalon túl, ugye ezt hívtam én kapuvonalnak, de nem jobb. Tök érthető. Alapvonalnak bárki tudja. De nem vagyunk szörös szívűek, tehát nem várjuk el, hogy most valakit fejből bebiflázza, aztán pedig elmondja nekünk fejből a szabálykönyvet, hogyha vannak apró pici tévedések esetleg, vagy nem mondja mindent, akkor sincsen semmi gond. Így van, abszolút, hogy igen, most még írták, hogy nem mondta el, hogy hol tartózkodhatnak a védőcsapat játékosai, nem lehetnek a büntető területen. Belül persze, nyilván most tök szabályos dolgokat azért és nem várunk. Nagyjából te sósborsz ezt a gyúrásnál. A masszőr. Igen, nagyjából el kell mondani, de szerintem ezt a játékos megoldotta, tehát jól mondta, kis segítsége. Jól van, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt benne szó. Felhívtuk a MÁV szóvivőjét, Lőcsei Virágot, aki gyerekek, hát nem lehetett egyszer leállítani, mert mondta, helyre tett bennünket, kijavított, és csak mondta. A MÁV egészen érdekes módon, egyébként nagyon ötletes módon a keleti pályaudvaron hangos beszélőn
illetve szórólapokon buzdítja az utasokat, hogy csatlakozzanak a MÁV-hoz, vállaljanak munkát náluk, keresnek jegyvizsgálót, járműszerelőt, váltókezelőt, hát mindenkit. És egyébként ötletes módja ez a munkaerőkeresésnek, de mégis elcsodálkoztunk a módszeren, hogy azért ez fura, hogy ászott a peronon, és azt hallott, hogy szükség van mozdonyvezetőre, átfut rajtad, hogy vajon a tiédet most kivezetik. Már annyira szükség van. Hát, még egy régi mozdonyvezető lesz, vagy már esetleg egy új kísérletezik. Hát most írjanak egy közbeszerzésben, mondják, hogy az utas ellátó melletti férfi vécében megadta magát néhány csempet, keresünk hidegburkolót. Igen, csempevágót. Festőt mázolót. Szóval, igen, erről beszéltünk, felhívtuk Virágot, Virágból dőlt a szó. Egyébként kiváló szóvivő. Tökéletes. Reméljük, a MÁV sokáig megtartja. És beszéltünk egy amerikai párról, akik meglehetősen érdekes képeket posztoltak a Facebookra. Méghozzá azt, hogy a pasi ugye testépítő, és a nőnek gyereke van, vagy közös gyerekeik vannak, és a pasinél fölkéreckedik a nő cicijére, és a nő megszoptatja. Naponta többször jelentkezik cicire, felmegy, és hát lapátolja magába az anyatejet. Kicsit bizarr a dolog. Arról beszélgettünk, hogy ki mit próbált már ki, amiről úgy gondolta, hogy működni fog, esetleg megszépül, szebb lesz a haja, a körme, a bőre. Hát egészen érdekes SMS-eket kaptunk, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 10 óra múlt, pontosan 1 percet. Csabi, jó reggelt, hello! Jó reggelt, szevasztok! Hello Csabi, mi újság? Egy kicsit ilyen álmos vagyok, azt érzem, hogy nem sikerült még. Én szerintem mit kicsit mindenki, tehát ez tegnap nyomás. 15 fok szakadó eső, de nem is azt tudod, mi van, hanem azt tudom, hogy a családom közben otthon alszik, mert hogy már vakáció van, nem kell neki felkelni. Jött a vakáció! Gyerekek, én ettől meg vagyok ijedve. De mi? Én a Berit mindennél jobban szeretem meg a gyerekeimet, de jövőre ilyenkor 11 hét. Így van. Így van. Annyi nagymama nincs? Nincs. Nincs. Annyi nyaralás nincs. Pót, de olyan jó kis fekete krétával fogod felén a fejét arra, hogy oly jó ció át. Csak azon gondolkozom, hogy 4-kor fölkelünk, a 5:30-kor. Lenyomod 10-ig, kicsit meghalsz, fáradt vagy, majd hazamész, és ott van az energiától, hál' Isten, kicsatta a gyerek, aki azt mondja, csinálunk ma, és már 11 héten keresztül. Aztán már nem is jössz. Nincs annyi állatkert, tropikárium, tábor, katonai nyaralás. Tábor, foci tábor, nem tudom, tanyatábor, minden van. De ti hogy oldjátok meg? A Laura mondjuk nyilván sokat tud segíteni, de... Sokat tud segíteni, és nagyon sokat fogunk táborozni. Tehát amiket felsoroltam, a katonain kívül lesz. Foci tábor, lesz tanyatábor, színjátszó tábor. Csak ők táboroznak, a gyerekek. Ilyen is van. Csabiek az összes táborban, mindenhol bérhatják a gyerekeket. Így van. Apa, nem akarok színészni. De ezek nem ott alvosok, hanem hogy reggel elvisszük, és oké, csak mondok valamit. Most Rómeó, miért vagy te Rómeó? Hát az apám miatt. Állítsa, mi kifizethetjük, tényleg az ember szerencsés, hogy megfizetik a munkát, de most egy tábor mondjuk 40 ezer forint. Van két gyerek. Jó, hát olyanokban nem hiszik, van két gyerek. Van a 30, de 20-30 azért mozog. 20-30 körül van egy tábor. A foci tábor az 18. Na oké, két gyerek, 41 hét. Most tessék. Elmész 3 hétre, elment egy családnak a félfizetés arra, hogy a gyerek 3 hétig táborozott. Tehát nem egyszerű. És nem akkor egyszerű. Utána még úgy oldják meg, hogy anya elmegy szabadságra, utána apa elmegy szabadságra, és együtt nincs Szabi, mert vigyázol a srácokra. Jó, ezt az apa elmegy szabadságra jövőre, akkor ne felejtsétek el, hogy Balinak iskolás lett a gyereke. Igen. Apa elmegy júniusba, szeptemberbe jön, mert mennyivel tandemezik. Jó, de akkor a Lupa-szigeten tandemezik a gyerekkel. Akkor mi a nyáron már nem jövünk a Janival, mert mind a kettőnknek iskolás gyereke van. Ez igaz. Igen. Ez igaz, ez nem jó biznisz. Ez nem jó biznisz. Na mindegy. És a Vikivel együtt nem mehet Szabira, tehát... Na hát ez meg a másik. Az meg a másik, hogy valakinek itt kell lenni. Milyen zenéket hoztál, Csabi? Hozok nektek most egy régit, hogy kedveljétek, vagy szeressétek. A funky az örök, tehát minden évben van legalább egy funky sláger. 92-ben George Michael volt a funky király. Too funky. Too funky, ezt hozom nektek, jó? Too funky. Too funky. Too funky. Két dal is egyszerre, király. Így van. Ez akár Vajna Timinek is szólhatna, hiszen ők is belevágtak a funk bizniszbe. Too funky. Too funky. Too funky. Kinek? Neki mond. Nincs show. Nincs show. Azok show. Jó vagyunk. A nincs show. Jó reggel. Halló, halló. Hello. Szia. Hogy hívnak? Ciao. Andis nagyon jó SMS-t írtál nekünk. Anyám csinált egy uborkás joghurtos arcvakolás, amiben testápoló is volt. Egy éjszakára a hűtőbe kellett hagyni, nagy fotel hazajött az ibumból, és megette rántott hússal. És ízlett neki? És ízlett. Azt nem tudom. Lehet, már nem volt egyébként. Olyankor minden ízlik, elárulom. Jó, az minden finom. Szerettük az SMS-edet, te vagy a naphallgató, úgyhogy küldünk egy ajándékcsomagot, jó? Köszönöm szépen. Köszi, hogy minket hallgatsz.
Köszi. Ciao. Sziasztok. Hello. Hello. Jól van, elmondtuk minden. Csabi, jön a kívánság műsorra 555-55-00. Ha szeretnétek tőle dalt kérni, hívjátok ezt a számot, vagy SMS-ben is kérhettek, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt.